Szeretettel köszöntök mindenkit. Az előadás vagy két részes lesz, vagy egy részes, ez majd úgy menet közben fog kiderülni. Tehát tömören és velősen lehet, hogy lesz szünet, lehet, hogy nem lesz szünet. Ezt majd valamikor úgy, itt van egy jó óra múlva már lehet érzékelni, hogy hétig be tudjuk-e fejezni, vagy nem tudjuk. Ha be tudjuk, akkor nem lesz szünet, ha nem tudjuk, akkor természetesen lesz szünet. Hát maga a téma itt Pilis szánton mindig érdekes, és mindig van valamilyen ünnepélyes jellege is, és hát ráadásul maga Pilis szántól, hát most nem akarok én különösebben újjal mutogatni bizonyos irányok felé, de gondolom tudjuk, hogy ugye az utóbbi évtizedekben hát országos hírnévre tett szert. Az országos hírnév aztán bővült Kárpát-medence egészére. Kárpát-medence egészének vonatkozásában pedig, hát gyakorlatilag ahol magyarok élnek a világon, mindenhova eljutott Pilis szántónak a híre. Az itteni régészeti leletek, az itteni alagútrendszerek, az itteni ásatások, és hát az első soron Szőnyi Józsefnek köszönhető, és hát volt, hát Isten nyugosztalja, ő már elment, volt a pálos rend vonatkozásában is nevezetessége Pilis szántónak árva vince, és meg kell mondanom, hogy ezek az igazán értékes és szép dolgok, amikor két-három ember, vagy lehet, hogy egy-két ember gyakorlatilag olyan hírnevet, olyan aurát tud bizonyos ügyeknek áldozni, mert ez áldozata javából, hogy néha nem is biztos, hogy az ember azt érzékeli, hogy itt egy-két ember munkásságáról vagy tett készségéről van szó. Hát maga a Pilis kutatás pedig, hát itt nyilván nem újdonság, sokkal régebbi időkre megy vissza. Én most egy-két névvel megismertetném, inkább emlékeztetnék itt egy-két név révén a Pilis kutatás előzményeire. Tehát az első ide nem messze Pomáz irányába Sashegyi Sándor, de ott is volt előzmény. Tehát azért tudni kell azt, hogy itt minden első fecske végeredményben a magyar művelődés történelem vonalán úgy jelenik meg, hogy kiderül, hogy volt előzmény, csak minden első fecskének újra kellett kezdenie. Tehát a 20. századi történelem az egy kicsit ilyen terheltséggel rendelkezik. Utána Noszlopi Németh Péter nevét kell megjegyezni. Ő, hát olyan évtizedekben járta a Pilis belsejét, amikor itt még legtöbb helyen, itt a Pilis tetőn is, urakasztalánál is, és a Pilis különböző pontjain katonai támaszpontok voltak, és bizonyos területek, hát érthető, hogy miért, le voltak zárva, és amúgy is az 50-es években valószínűleg ezzel úgy nem lehetett jó pontokat szerezni Magyarországon egy fennálló hatalom felé, hogy valaki a magyar múlt vagy a Pilisnek igencsak érdekes és néha ilyen nemzetek feletti múltjáról tesz tanúbizonságot. Aztán kit lehetne még megemlíteni? Bradák Károly neve, nem tudom, hogy mennyire ismerőse. Hát tulajdonképpen ő a legkeményebb a Pilis kutatás vonatkozásában, és talán ő a legkevésbé ismerett is. Szokjunk hozzá, hogy aki a legprecízebb, ugyanakkor pedig kerüli az ingoványos vidékeket, és mai fogalmaink szerint is tudományos alapossággal tudja bizonyítani azt, amit hát nagyon sokan csak ilyen egyéni lelkesedés révén mondunk. Na most ez Bradák Károlynak köszönhető. Tehát ő egész életében jó egészségnek örvend még, de eddig életében semmi más nem tett, mint a Fehérvárra vonatkozó történészektől, régészektől származó állításokat szépen összegyűjtötte, rendszerezte, és kiderült, hogy maga a hivatalos kutatástörténet cáfolja meg, csak nem egyeztetnek egymással. Tehát előfordulnak ott is ilyen egyeztetési problémák, tehát maga a hivatalos kutatástörténet cáfolja meg, hogy a középkori Alba régi az a mai Székesfehérvár lett volna. És még egy nevet érdemes megemlíteni,
aki a 70-es, 80-as, 90-es években gyakorlatilag a Pilis kérdéssel Magyarországot megismertette, ő Papp Gábor művészettörténész volt. Aztán miután itt egyre több fecske kezdett el röpködni a légtérbe, ő úgy visszavonult ezen a területen le, ami megmondom őszintén nem biztos, hogy jót tett a Pilis kutatásnak. Mert azért nem árt, ha mondjuk olyanok is a porondon maradnak, akiknek van egy hallatlanul alapos műveltségük, ugyanakkor mondjuk van egy középkori oklevél ismeretre is támaszkodni kell, van egy biztos latin nyelvtudásuk, van terepismeretük, van múltismeretük, ugyanakkor a világnak különféle dolgait is, hát itt elhangzott nagyon szépen, hogy milyen érdekes emlékek jelennek meg földtörténeti és történelmi korszakok vonatkozásában. Tehát nagy kár, hogy ki kell mondani, hogy ez a Sisere hadra emlékeztető lelkesedés, ez néha az énekes madarakat kiszorítja. Tehát van egy nagyon szép mondás, és ez így szól, ahol megjelennek a verebek, ott eltűnnek az énekes madarak. És ha már csak verebek maradnak, akkor nyilván nagyon sokan azt hiszik, hogy a veréb énekel mondjuk a legszebben. Tehát erre a kortárs Pilis kutató nemzedékének kellene odafigyelni, hogy egy kicsit vissza kellene fogni a lendületből, egy kicsit több alázatra lenne szükség, egy kicsit több alapos táj- és történelemismeretre, tájismeret vonatkozásában valószínűleg nincsenek problémák, de egy kicsit meg kellene erősödnünk. Mert ha nem erősödik meg mondjuk ez a vonulat, akkor már lehet érzékelni azt, hogy hol vannak azok a lehetőségek, ahol le lehet járatni a legmagasztosabb értékeket is. Aki valaha politika történettel foglalkozott, az pontosan tudja, ez a mai korig kísért sajnos, de például még a 90-es évek elején Magyarországon volt egy általános menetrend. Bizonyos dolgokat olyan emberekkel mondattak ki, akik szájából hiába volt az igaz, mégsem volt igaz. Egy példával szeretném ezt alátámasztani, hát ha valaki a költészet útján nagy jártasságra tett szert, az pontosan tudja, hogy vannak versek, akiket, hát nyilván ezeket a verseket bárki fejből pontosan el tudja mondani. Na de micsoda különbség van abban az esetben mondjuk, a Dunánál című verset Latinovics Zoltán, vagy Major Tamás mondja. Az idősebbek talán emlékeznek Major Tamásra. És erre sajnos nem figyelünk oda. Tehát van valami elementáris nagy lelkesedés, mindenki osztja az észt, osztja az igét, és gyakorlatilag jelen pillanatban a Pilisben ez a mentalitás egy kavics jövőjét nem képes biztosítani. Hogy érthető legyen, még pontosabban fogalmazva, hogy miről van szó, ha valaki a Dunakanyar régészeti emlékeit ismeri, és az ottani feltárásoknak és a restaurálásoknak a történetét, akkor biztos tudja, hogy megint csak lelkesedéssel soha nem volt probléma. Valamikor valaki emigrációban, Dél-Amerikában, Buenos Airesben írt egy kiváló könyvet, és olyan módon írta meg Badinyi Jós Ferenc, hogy ő hát nyilván el kellett hagyni a Magyarországot, gyakorlatilag csak fényképek, csak közvetett beszámolók alapján ismerte belülről az esztergomi várkápolnának a világát, de írt egy veretes könyvet, az esztergomi oroszlánoknak a titka, és elkezdődött Magyarországon gyakorlatilag egy zarándoklat. És hát akik ott dolgoztak ott a helyszínen, tehát Teremőr néni, Teremőr bácsi, velük semmiféle probléma nem volt, de mondjuk egy múzeológus, vagy egy művészettörténész, vagy egy régész, hát meghallotta azokban az évtizedekben mondjuk Badinyi Jós Ferenc nevét, hát már rohant a bazilikába és a szentelt vízbe, nem mondom, hogy fejest akart ugrani, de hát nyilván valamilyen tisztálkodási szertartásnak akarta magát alávetni. És bármennyire hihetetlen, az egyszerű alkalmazottak azokon a helyen, olvasták a művet, és érdekes módon, ha olyan volt az odavetődött vándor, akiről lehetett látni, hogy először jár ott, gyakorlatilag szerint felmondták neki a könyvet.
Aztán 2000-ben bezárt. Úgymond restaurálási munkálatok vették kezdetét, és tulajdonképpen itt kezdődik az, hogy egy nemzedék érett-e bizonyos feladatokra, vagy éretlen. Na most lehet érzékelni sajnos, hogy itt nem az érettség esete fog majd domborodni, hanem az éretlenségé. Tehát 10 éve tart már az az időszak, sőt, hát 11 éve lassan, hogy azt a kis területet restaurálják. Na most ennyi idő alatt 5 templomot fel lehet egy helyen építeni, ezt gondolom tudjuk. A probléma az, hogy hol kezdődik. És leginkább megmondom őszintén, én még nem is a polgári kezdeményezések világát ostromolnám, ez elsősorban a magyarországi egyháznak is elévülhetetlen, hogy úgy mondjam, hogy lehet ezt szépen megfogalmazni, hogy lehetőleg sértődjenek már meg. Mert megsértődni érdekes módon lelki pásztorok, akiknek az lenne a feladatuk, hogy nem megsértődnek, hanem a nyájat lelki pásztorolják. De mindig megsértődnek. Na most ezen érdemes megsértődni. És ugyanakkor a sértődés után pedig a következtetéseket mondjuk a keresztény hívőknek levonni. Hogy lehetséges az, hogy egy érseki székhelyen, na igen ám, de az most már Esztergom budapesti, és Esztergom inkább Budapesten van, mint érsek. De most ettől eltekintünk. Hogy lehetséges az, hogy a magyar művelődés történet legjelesebb Árpád-kori emléke, gyakorlatilag ez egy arculata a magyarságnak a történelmi múltból, és egy hát visszabeszélhetetlenül egy jól dokumentált területről és régészeti emlékről van szó. De hogy lehetséges az, hogy miközben, határainkon túl, ha valaki mondjuk Románia felé tesz egy utat, az bárhol láthatja azt, hogy nincs kis település, nincs nagy település, igaz, hogy már lakosok sincsenek, vagy a lakosok már rég elköltöztek, akkor is ortodox bazilikák tömegei épülnek. Magyarországon az egyháznak egy restaurálás ember feletti problémákat okoz. Na most ilyenkor lehet érzékelni, hogy hihetetlenül nagy baj van. Hát, hogyha nem viselik szívükön, úgymond saját vallásuk, múltbéli emlékeit, akkor hogy viselhetik szívükön a jelenben élő emberek problémáit? Hát szövegelni én is tudok, hogy a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, csak van egy probléma. A kettőnek nagyon szoros köze van egymáshoz. És végeredményben az a helyzet, hogy az ottani restaurátorok bármennyire hihetetlen, csak akkor tudnak dolgozni, ha saját maguk az anyagi feltételeket biztosítják. És én emlékszem arra a tévéhíradó interjúra, ami Horváth Bélával történt, ő nem azonos Horváth Istvánnal. Horváth István a Balassa Múzeumnak a vezetője, Horváth Béla pedig akkor a Vár Múzeumnak volt a direktora. Következő nyilatkozatot tette, mert közben meg éveken keresztül, mert nem tudták a tetőzet problémáit megoldani, hát gyakorlatilag a legkisebb csapadék is folyt végig a falakon. És a nyilatkozatban a következő mondat hangzott el, olyan 1 millió forintra lenne szükség, hogy ezeket a problémákat megoldják. Kérdés. Volt-e Magyarországon kezdeményezés, egyházi és világi körök vonatkozásában, hogy múltunk felbecsülhetetlen emléke megőrzése érdekében valami végre történjen. Gyakorlatilag, mintha nem is lett volna egy ilyen felkérés, vagy egy ilyen figyelmeztetés, és hogy nehogy valaki arra gondoljon, hogy ott el akarják szabotálni tulajdonképpen az esztergomi kápolnának a restaurálását. Tudni kell, hogy amikor a 30-as években előkerül egy ilyen törmelék réteg alól, érdemes archív felvételeket megnézni, mert ez gyakorlatilag ténylegesen az mentette meg, hogy valamikor a török háborúk idején, amikor beomlott a mennyezet, akkor hát nyilván, hogy az ágyúzás szempontjából érdekeltebb nyitott rész,
az még védettebb legyen, ez törmelékkel gyakorlatilag feltöltötték. És ezzel egy ilyen földtörmelékbástya keletkezett ott. Nos, ezt kipucolták, kirámolták, példás módon megkezdődött a restaurálás, és hát ez a magyarságnak mindig egy gyermetek betegségéhez tartozott hozzá, hogy mindig arra gondolunk, hogy ha valami külföldi, akkor az értékesebb, mint a belföldi. Tehát Magyarországon kiváló restaurátorok dolgoztak akkor is, dolgoznak ma is, ennek ellenére akkor külföldi restaurátort kértek fel, miért? Mert jól cseng a neve. Ő egy olasz restaurátor volt, ráadásul azzal lopta be magát a negatív restaurálási történelmekbe, hogy ő olyan anyagokat alkalmazott, vegyszereket alkalmazott, például Leonardo utolsó vacsora című festménye restaurálásánál is, ami nemhogy helyreállította volna, vagy valahogy úgy visszavarázsolta volna a kép eredeti színvilágát, hanem ezek az akkor még jövővel nem rendelkező vegyi anyagok belülről elkezdték a festett réteget zabálni. Na most ez történt Esztergomban is. Tehát a mai restaurátori tevékenység négyzetmilliméterről, gondoljuk végig, négyzetmilliméterről négyzetmilliméterre kell eltüntetni azokat a vegyi anyagokat, amelyeket egy meggondolatlan kor, új szép új világ, ami tudományos ízű, de nincs kipróbálva, nem kell kipróbálni, mert nyilván a tudomány az jót akar az emberiségnek, ilyen még nem volt, most van, hát gyakorlatilag óriási nagy problémákat okoz. Na most így is elmondja a restaurátor asszony a következőket, hogy így ugyan nagyon megnehezedett a dolog, de ha kapnának anyagi támogatást, akkor így egy olyan 3 év alatt fejeződött volna be a restaurálás. Na most egy évtized telt el. És az ember felteszi a kérdést. Olyan jó dolog lenne, ha a Pilisből valami érték most előkerülne? Hát azért gondoljuk végig, nem mindenhol élnek Szőnyi Józsefek, akik mondjuk ennek a keresztes kőnek a sorsát így szívén viseli. És a méltó őrzéséről is, hogy úgy mondjam, létéről is képes gondolkodni. Tehát óriási nagy problémák vannak. És ezért kellene egy kicsit körültekintőbbnek lenni, mert nyilván az egyik oldalon megy az állandó, vég nélküli, hatalmas nagy lelkesedés, és a másik oldalon pedig semmiféle olyan gondolatelültetés nem történik, hogy felelősségérzet. Hogy tulajdonképpen ez a nemzedék is ugyanúgy gazdája saját múltjának, jelenének, jövőjének, mint eddig minden nemzedék. És nem nehéz azt kitalálni, hogy jelen pillanatban, most már, úgymond értelmiségi körökben, na most ez megint egy érdekes tétel. Mert ha megnézzük azt, hogy ma jelen pillanatban kormányzat közeli vagy irányítói szinten kik a legfontosabb tanácsadók, mondjuk a kulturális szempontokat figyelembe véve. Mondjuk a református oldalról vagy a római katolikus oldalról. Az ember megnézi ezeknek a tanácsadóknak úgymond a szellemi teljesítményét, na de nem egyszerű belső tehetségről van szó, hogy valaki tud 5 könyvet is írni. Mert ez egy készség. Erre Kossuth díjas, hogy úgy mondjam, minősítést is megkaphat valaki. Ismeri egyáltalán annak a népnek a múltját, amely népnek a nyelvét használja, és amely népnek a dolgait jelen pillanatban úgy véli, hogy valamilyen módon neki intéznie kell, vagy bele kell szólnia. És kiderül, és nehogy azt higgyük, hogy túlzás, lényegi szempontból, a valóságos tárgyismeretük múlt vonatkozásában a majdnem nulla kategória nagyságrendjében mozog. Tehát itt közgazdászok neve elhangzott, hála, hogy jó példával is tudok szolgálni, de most akinek nem területe mondjuk
teljes egészében mondjuk a múltnak ilyen ismerete, sokkal pontosabban tudnak tájékozódni, sokkal lényegesebben. Na most az egyik Kossuth díjasunk tanácsadói magaslatban bevezetett egy új fogalmat. Ezt egyházi lapokban is publikálta, piliskedés. Tehát gondolom tudjuk, a piliskedő az a magyar tudónak lenne jelen pillanatban a szinonimája. És az ember amennyire egy kicsit ezt úgy rosszul fogta, rosszul bántásnak érezte és meggondolatlan butaságnak, mégiscsak azt kellett mondani, akkor most rendben van, de nézzünk körül saját házunk tájékán. Hogy tulajdonképpen mi vezetett el ide. És akkor kiderült, hogy volt egy-két hatalmas nagy mítosz, az egy-két hatalmas nagy mítosz, ezt én is ismertem, én is kaptam olyan cikkeket fénymásolva, tehát gondolom mindenki tudja, hogy miről van szó, a világ egyik vallási vezetője most nyilatkozta, vagy nem nyilatkozta. Na most miről van szó? Hát, hogy a pilis azon belül dobogókő, a Földnek a szívcsakrája. És hát emlékszem azokra az időkre, amikor, mert én is kaptam SMS-eket, meg majdnem ilyen fénytáviratokat is. Nagyon, nagyon sokan már szinte a lelki összeomlás szélére jutottak, mert a Dalai Láma úgy nyilatkozott két vihogó nevetés közben, hogy majdnem azt sem tudta, hogy miről van szó. Na most a probléma, gondolom, érzékeljük, nem a Dalai Láma oldalán van. A probléma hol mutatkozik meg? Ha valaki mondja, hogy a Föld szívcsakrája, mondjuk dobogókő, és az külföldi, akkor az biztos úgy van. Most itt vannak a problémák. Tehát ha valami valóban létezik, nem attól létezik, hogy valaki mondja, vagy nem mondja. És azért gondoljuk végig ezeket az alapvető játékszabályokat. Ha lenne minimális, hogy úgy mondjam, tényanyag ismerete annak, aki ilyenkor elkeseredik, akkor nem is keseredne el. Miért? Mert elővesz középkori szövegeket, okleveleket, és amikor erről a tájról szó van, akkor gyakorlatilag a legtöbb árpádkori oklevél így nevezi meg a területet, országunk közepe, holott ez nem a Kárpát-medence közepe. Tehát lehet érzékelni, hogy itt a közép, ez inkább egy titokzatos, misztikus aránynak jelenti a súlypontját, akár a Kárpát-medence egésze és viszonyulása ennek a térségnek egymáshoz az aranymetszés rendszerére is lehet gondolni. Igen ám, de megjelenik a következő is. Országunk szíve. Így, hogy országunk szíve, országunk szíve, országunk belseje, országunk közepe, országunk szíve, országunk belseje, országunk közepe. Többször nem fogom itt el, hogy úgy mondjam, szolvizálni, de hogy érthető legyen megint az első fecskének az idiotizmusa. Tehát ez azt jelenti, hogy van a spanyol viasz, és jelen pillanatban a kutatástörténetünknek mindig van egy hátulütője. Mindig éppen az, aki éppen a legnagyobb hangú, vagy éppen a legnagyobb nyilvánosságot kapja, azt hiszi, hogy ő fedezett fel dolgokat. És akkor egyes szám első személyben kinyilvánítja. És tulajdonképpen így lehet lejáratni dolgokat. És emlékeztetnék a politológiának az alapvető, hogy úgy mondjam, gunyoros játékszabályaira. Tehát vannak olyan időszakok, amikor az igazságot nem is akarják elhallgatni. Mert tudják, hogy minél tovább zárják be valahova, annál nagyobb belső erők fogják feszíteni a falakat, és szét fogja robbantani. És van a másik technika, ami ennél sokkal alaposabb tud lenni. Szivárogtatás, lehetőleg ilyen blikfangos, nagyon jól hangzó dolgokba becsomagolni, Dalai Láma mondta, dalolta, naponta ima maromba foglalva. Ez volt élete legörömtelibb pillanata. Kizárni nem lehet, hangsúlyozom. Én emlékszem arra az időszakra, amikor egyszer 90-es években, még volt vezetékes telefon,
már úgy kivonult az embernek a látóköréből. Ki gondolná az, hogy már ez is ilyen múltbéli dolognak fog számítani, mint az őskornak a csontjait idéznénk fel, és kőkészségeit, hogy vezetékes telefon. Na, megcsörrent a telefon. Túlsó végén valamelyik TV csatornának volt a riportere, és ez egy nagyon híres országos nézettségű adás volt, és a következő volt a kérés. Hogy lenne mondjuk a következő nap este, főműsor időben egy kerekasztal beszélgetés arról, hogy a Földnek a szív csakrája, a Földnek ez a kitüntetett pontja, tehát a pilisi belső területek, ezen belül dobogókő, és miután még arról is kellene beszélni, hogy ezt mondta-e a Dalai Láma, vagy nem mondta. Most a válasz a következő volt. Néha az embernek olyan jó dolgok jutnak azon nyomban az eszébe, tehát egyszerű, ez ritka, mert gondolom ismerjük azt az ember típust, én magam ilyen vagyok, hogy kb. 3 napra van szükség, amíg úgy beugrik, hogy na mit kellett volna mondani. És akkor az már tökéletesen megy oda-vissza az ember, magába eljátsza, teljes a siker, csak éppen akkor nem szokott összejönni. Na most szerencsére azért ez egy olyan kérdés volt, hogy itt nem lehetett nagyon mellé vetődni. Tehát a következő válasz hangzott el erről az oldalról. Miután a Dalai Láma élő személy, miután lehet tudni azt, hogy Európán belül mondjuk hol vannak a sajtó központja, és Svájc az pontosan az a hely, ahol sokat szokott tartózkodni, és egy úgynevezett sajtó központja is volt. Hát minden riporternek ilyen kérdésben az egyik élete interjúja lehet, hogy bejelentkezik, felhívja telefonon a Dalai Lámát, mert nem kell megvárni, amíg visszajön Magyarországra, és megkérdezi tőle. Most nem fogjuk elvinni, inkább nem lett kerekasztal beszélgetés. Tehát, hogy érthető legyen, nem az a lényeg, hogy az igazság egyenes úton jusson el, hanem az, hogy hogyan lehet az igazság értékét lejáratni, nevetséges színbe feltüntetni, dehonestálni, jelentékteleníteni, és ebben bármennyire hihetetlenül nagy mesterek. Tehát meg tudják várni, amit mi nem tudunk megvárni. Találunk egy kavicsot, és rohanunk be mondjuk valamelyik tévé csatornába. Pilisből került elő. Ők viszont meg tudják várni, akár 10 évig altatnak ügyeket. És közben úgy futtatják különböző média csatornákon. És amikor már megizmosodik, igen ám, de nem valóságos belső erőtartalék révén, hanem az információ adagolás révén. Megizmosodni vélik az ügy, akkor abban a pillanatban jön a lépés. És akkor két barát is már összeveszett, mert az egyik mit mond, csak nem gondolod komolyan, hogy a Föld szív csakrája itt volt. Hát milyen kis buták vagytok te? Hát nem olvastad azt, hogy itt piliskednek már az emberek? Piliskednek. Tehát végeredményben el kellene oda jutni, tudom, hogy nagyon nehéz. Tudom, hogy hihetetlenül nehéz. Akik tényleg nagyon sokat letettek a pilis kutatásnak arra az asztalára, amit nem lehet egy perc alatt lesöpörni, azokat időnként megszólítani. Tehát mondjuk egy Papp Gábort, vagy egy Bradák Károlyt. Érdemes lenne, mert mi egymás között hangsúlyozva nagyon jól el vagyunk, csak el kell dönteni. Indiánokként rezervátumban, vagy magyarként egy szabad országban. Mert a rezervátumban bármit lehet csinálni. Semmi probléma nincs. Építik ezeket a kulturális rezervátumokat. Lehet bemenni, naponta 5-ször lehet énekelni a himnuszt, 10-szer lehet Pilisbe kirándulni, és 16-szor a végén a szózatot elénekelni. A lényeg az, hogy ne legyen egész nemzetet felrázó ereje, ez maradjon meg néhány hóbortos, szélsőséges, délibágos, romantikus, túlzónak és egyéb, hogy úgy mondjam, lázálmos ember magánügyénél. Tehát rendezni kellene a sorokat. Addig, ameddig nem késő.
És gondolom, tudjuk jó dolgokat megtenni, sorokat rendezni, gyakorlatilag a csata lefújása után 100 órával is lehetséges, mert a jó az nincs időhöz kötve. A jó az mindig jó, és a jó az mindig jókor tud lenni. Na most az, hogy ez a terület egy hatalmas nagy szívre emlékeztet. Megint régi élményeket fogok idézni. Emlékszem arra, és erre mindenki vissza tud emlékezni, hogy például osztálykirándulások alkalmával az osztályokat valahova mindig elvitték. És hát én emlékszem arra az időszakra, amikor ilyen tényleg gyerekek. Éppen egy kiterített Pilis térkép, domborzati térkép fölött azt nézik, hogy majd az osztályfőnök hogyan fog egyik helyről bennünket a másik helyre elvinni. És 10 gyerek közül 9 azon nyomban mit mondott. De hiszen ez a terület olyan, mint egy hatalmas nagy szív. Világos? Tehát nem kell Dalai Láma. Elég egy gyermek, aki ránéz egy tájra, és ehhez szokjunk hozzá. Valami nem attól lesz valami, hogy valaki mondja, hanem attól, hogy vagy olyan, vagy nem olyan. És viszont, ha nem olyan, akárki mondhatja, hogy olyan. Mindenki ismeri azt a kicsit ilyen, tehát ez nem magyar népmesei hagyományból maradt fönn, de nagyon tanulságos a császár új ruhája. Hát az embernek állandóan olyan érzése van, hogy mindig ilyen helyzetbe találja magát minden nemzedék. Valahogy súlykoljuk egymásba, szugeráljuk egymásba, és kell 2-3 szabó, aki megszabja a médián keresztül, hogy tulajdonképpen arról, ami nincs is, arról nekünk milyen lelkesedéssel mit kell mondani. És azért gondoljuk végig, van egy patorogos, dagadt, rusnya, valószínűleg szenilis császár. Ez mesztelenül jelenik meg, mint a mesztelen igazság. Csak hát a mesztelen igazságban mindig van valami vonzó. Az ilyennek a mesztelen igazsága egy kicsit taszító. És mivel van egy trükk az egészben, hogy ezt a szép öltözetet, ami készül, csak az láthatja. És akkor gondoljunk a 20. századnak az izmusaira. Tehát csak az láthatja. Ez a harc lesz a végső. Aztán lesz nagy összefogás. A múltat azért végképp el kell törölni. Azt nem akarom én ezt részletezni. Lényeg az, hogy valaki megszabja, szabul. Tehát megszabja, hogy nektek mit kell mondani. Még akkor is, ha nem azt látjátok. Miért? Mert ha az igazat fogod mondani, akkor egy másik szabó szabás mintát fog venni ezen a területen, mondjuk bártal. És ilyenkor gyakorlatilag a hazugságipar beindul. És mindenki dicséri, a felségem milyen szép a ruhája. Tényleg, milyen jól áll rajta. Hú, főleg, ha még el is fog majd egyszer készülni. Tehát építik lelkesen a nagy semmit. Építgetik. És végül egyszer csak kiderül, hogy most már színre kell lépni. Körmenet, parádés kocsis viszi ki a potoros császárt, összegyűl a tömeg, és mindenki mondja, hogy a feleségnek milyen szép, gyönyörű új ruhája van. Miért? Mert azt mondta be a tévé és a rádió, hogy csak az láthatja, aki mondjuk igazat szokott mondani. Nyilván senki nem akarja azt mondani, hogy olybá tűnjön, mint aki nem mond igazat. Vagy a mesére, hogyha visszagondolunk, van valami szabály, hogy tulajdonképpen, hogy ki az, aki láthatja ezt a ruhát. És végül van egy kisgyerek. És a kisgyerek egyszer csak úgy fölkiált. Hát de hisz ez mesztelen. Na igen, ám csak gondoljuk végig, amíg a mesztelen hazugságtól a mesztelen igazságig eljutottunk, addig lehet, hogy több ember öltőt telt el. Tehát nem érdemes mindig megvárni ezt a kisgyereket, hogy majd valahol megszületik, hanem a bennünk lévő kisgyereket kell olykor, hogy úgy mondjam, bátran megszólaltatni. És az biztos, hogy mindig igazat fog mondani. Tehát adva van egy ilyen hatalmas nagy terület,
És hát gondolom nem nagyon nehéz kitalálni, mert maga a látvány hozza, hogy ez tényleg olyan, hogy a Dunának a nagy kanyarulata, a hegyeknek az ölelése, tehát szemünk láttára egy ilyen hatalmas természetalkotta területet hoz létre. Tényleg szív alakja van. Na most így is nagyon lényeges, de egyszer csak még jön egy megerősítés. Hát a szív működésére, tehát az, hogy van szíve az embernek. Honnan tudom azt, hogy élek? Most a szív vonatkozásában. Hát onnan, hogy dobog. És hogyha ennek a tájnak a legbelső magját dobogókőnek nevezik, és azért ennyire ismerni kell a nyelvünket, hogy érzékeljem, hogy a dobog, dobogó szó, az olyan, mint a legtöbb magyar szó, mondjuk kicsit tömörebb változatban az egyalakú kétjelentésű szavakról van szó. Tehát egyszerre van állapot jelentésű, gondoljunk a várszavunkra, tehát jelenti azt, hogy ott van egy vár. Na de van igen jelentése is. Jelenti azt, hogy mire vár a vár. Hát tulajdonképpen milyennek a dinamikus arculata. És itt már ténylegesen érzi az ember, hogyha az Árpád-kori okleveleket, ugyanakkor pedig a felszíni formát és a ma is még meglévő helyanyagot mozgósítja, akkor kétségtelenül eljutunk a világ egyik legcsodálatosabb területéhez, de egy biztos nyilván a legcsodálatosabb, mert szíve is, ahogy feje is, egy egészséges embernek csak egy van. Tehát itt nem az a lényeg, hogy ez a föld szíve, vagy nem a föld szíve, de a Kárpát-medence és a Dunakanyar is a földhöz tartozik, ez pedig szív alakú terület, nem tehetünk róla. Tehát van egy ilyen arculata, van egy ilyen sajátossága. És amikor már az ember ezt látja, akkor lehet misztikus utazásokat, mindenféle, hogy úgy mondjam, egyéb megerősítő kérés nélkül megtartani, mert hangsúlyozom, ha valóban ténybeli tapasztalatokon nyugszanak a meglátásaink, hát akkor nem attól fog függni a bizonyosság, ezt már többször itt elhangzott, hogy mondta valaki, vagy nem mondta valaki. Amúgy is népmesék végén rendre ott van az a nagyon szép illusztris befejező mondat, aki nem hiszi, járjon utána. Tehát a hitnek mi az alapja? Nem az elhívés az alapja. A hitnek az alapja az utána járás. A hit az egy meggyőződés. A legtöbb mai ember, mert ilyen a pedagógiai, hogy úgy mondjam, kiképzési szint, a világban nem csak rájön mindenhol, nem tudást adnak, hanem információt, és nem hitet ébresztenek a világ felé, hanem hiszékenységet. Tehát a tudomány azóta kétségtől bebizonyította. Na most utána járnia egy egyetemistának nincs ideje, középiskolásnak nincs ideje, általános iskolásnak nincs ideje, mert jön a következő tananyag. Tehát a tudomány kétségtelenül bebizonyította, hogy mit, azt már nem tudja, de elhiszi, hogy a tudomány kétségtől bebizonyította. Tehát az eleven valódi szerves műveltségnek az alapszabálya az, hogy meg kell győződni, utána kell járni. Tehát népmesékben nem véletlenül van mindig mondjuk három próba. Tehát nem véletlenül próbáltatik meg az ember, mert az igazi bölcsesség, az igazi tudás, az mégiscsak egy személyes tapasztalaton alapul, de ez a személyes tapasztalat ott nyilván egy mennyi forrásból táplálkozik. Na most, ha felfedezzük azt, hogy a Kárpát-medencén van egy ilyen, belül van egy ilyen terület, akkor azt is fel kell kérdésnek tenni, hogyha mondjuk módunk lehetne, mondjuk Attila király szemével látni ezt a tájat, vagy mondjuk felmerülne egy kérdés, de most tényleg nagyon vissza kell szökkenni a múltba, hogy királyi központot, egy Kárpát-medence léptékű területen királyi központ. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog. Miért? Mert egy királynak nem csak saját népe felé van kötelessége.
egy királynak más népek felé is vannak kötelességek. És ezt mindig elkifelejtjük a számításból. Tehát egy király, az király. Egy egyszerű, most legyen, nincs egyszerű, de így nevezem nemes, elélhet a kúriáján, elélhet vármegye nagyságrenden belül, és ha veszélyben a haza és körbehordozzák a véres kardot, akkor nyilván neki mennie kell, de egy biztos, egy király, ha itt király Európa kellős közepén, akkor tudomást kell valamiről vennie. Ez pedig a következő. Nem élhetünk úgy, mint egy lakatlan szigeten. Miért? Mert Európa kellős közepe, nem Európa lakatlan szigete. Nem élhetünk úgy, mint Európa valamelyik szélén. Tehát fent észak irányban semmi probléma, megyünk egyre feljebb, egy éven belül egyre több a sötét, egyre kevesebb a világosság, ugyanakkor egyre fogyatkoznak az emberek, és végül minden átmegy egy hatalmas nagy fehérbe, embernek ott megélnie már nem lehet. Aztán keleti irányban érdekesebbek a dolgok, de nyugati irányban ott az Atlanti óceán, déli irányban ott van a földközi tenger. Na most Európa szélein lehet lébecolni, még népeknek is. Európa szélein élő népek oszthatják naponta az észt, megjátszhatják, hogy ők milyen, nem tudom milyenek, gondoljunk Angliára, világ egyik legfontosabb gyarmatosítójára, semmi más nem terheli a lelküket, mint hogy indiánok millióit írtották ki, és indiaiak millióit, és afrikaiak millióit. Ehhez akar valaki fölzárkózni? És azért gondoljuk végig, akkor a többiről nem is beszélve, mert Habsburg idők alatt volt egy Habsburg Károly, nem Spanyolországot akkor Habsburg irányította, és 10 milliós nagyságrendben írtották ki az asztékokat. Csak úgy. Hogy miért? Hát így jött ki a lépés. Hát a demokrácia az fontos volt, a hitünk szent titkait el kellett vinni, hát ezek meg vad emberek voltak. Most Mexikó Tenochtitlan, amivel fehér volt, mint a hó, így hívták, hogy Fehérvár. Úszó szigeteken helyezkedett el. És elmondják a Martalóc hódítók, hogy olyan tisztaság volt az utcákon, hogy az utca kövéről az ebédet tányér nélkül el lehetett fogyasztani. Akkor hol van a magas kultúra? Akkor ki kinek vitte a civilizáció, hogy úgy mondjam, dolgait? Na most Európa kellős közepén viszont tudni kell. Az a nép, amelyik itt van a központban, minden más nép őt fogja körbevenni. Tehát ez azt jelenti, hogy itt van egy magszerűen tömörödött, és reményeim szerint emberségből mindig példát mutató nép, és bizony ez fogja meghatározni az európai kontinensnek és a világnak a történelmét, de naponta nem dicsekedhet vele. Mert aki egyből nem látja át, az a tényeknek úgysem fog hinni, nem fogja értekelni, nem is akarja elhinni. Hát csak nem gondolt. Hát igen, csak gondolom. És megalapozottan gondolja az ember. Na most egy ilyen rendszeren belül gondoljuk végig, ahol lehet érzékelni, hogy egy főváros vagy királyi központ, az nem két-három vármegyének szól, és nem csak egy országnak, hanem az egész világnak. Tehát akárhol nem lehet. És általában az ilyen központoknak mindig volt egy sajátosságuk, ezt különben megnézzük, minden világvárosra ma is jellemző. Ez pedig micsoda? A legtöbb világváros mi az, ami át fogja szelni? Mindig a folyó két partjára települ, milyen víz, az lényegesen fontos. Most a Kárpát-medencén belül egyetlen egy folyó kivételével gyakorlatilag, egyetlen egy folyó kivételével minden folyó a Kárpát-medencén belül ered. Gondoljuk végig, Tisza. Bent ered, és bent torkollik bele a Dunába.
Igen ám, de a Duna fekete erdőben ered, fekete tengerbe ömlik bele. Magyarul átszeli Európát. Tehát az egyik legközvetlenebb kapcsolódási lehetőség Kárpát-medencén kívüleső tájak felé ma is lehet tudni egy ilyen méltán híres, megbecsült víziónak. Tehát királyi központnak fogadni kell a külországokból érkező követeket. Királyi központnak fogadnia kell Kínából érkező kereskedőket. Horribile dictum. Majd nézzük meg, hogy a magyar királynak II. Lajos idejében milyen nemzetközi kapcsolatai vannak. Direkt nem Mátyás királyt említette. Római pápa meg akarja tudni, hogy mi van Belső-Ázsiában, mi van a Kaszpi-tenger térségében, mi van Iránban vagy Indiában, hova küldi a követet. Budára küldi a követet. Mert a világ először II. Lajos idején. Előbb a magyar királynál futottak be Európában a hírek, és innen ment tovább. Ahogy tovább mehetek. És nagyon érdekes egyébként, hogy ez diplomácia történelemmel foglalkozók tudják, történész diplomával rendelkezők nem tudják. Tehát ha valaki abból indul ki, hogy ő történelem szakon végzett, hát most mit lehet volna, jobb lett volna libát legeltetni. Tehát ebből a szempontból Márton napján biztos, hogy sokkal jobb lett volna. Tehát azért ne felejtsük el, jelen pillanatban a történelem tudománya nem csak Magyarországon milyen cél szolgál? A múltat végképp eltörölni. Nem tűnik föl? Az összes világháborút ideológiai szinten csak a 20. században kik készítették elő? Egy, politikusok, kettő, történészek. Kettő történészek. Miért? Mert a politikus az akkor is és mindig sajnos olyan, amilyen. Tehát kitől fog tájékoztatást kérni? Tehát a legkönnyebben manipulálható, a leginkább nagy tömegeket manipuláló szakágazat sajnos az a történészi. És hogy így eljelentéktelenedett a magyarországi közélet, kiknek tulajdonítható elsősorban? Azoknak a történészeknek, akik az egész magyar történelmet jelentéktelennek tartják. Tehát azért gondoljuk végig. Tehát 50-60-70 évvel ezelőtt nem lehetett volna még úgy nyilatkozni mondjuk Mátyás király koráról, ahogy ma akadémiai szinten megteszik. És ha valaki ezeket nem látja, na de ki emlékszik a tegnapi tévéműsorra? Ki emlékszik a tegnap előtti jövendőlésre? Én emlékszem, megint csak a 90-es években hatalmas nagy iparága tűzött a világ vége cirkusz. Albumok bent a könyvesboltokban. Milyen vallások, világvallások Rigvédában, a konfuciánus vallásban, vagy éppen indián jövendőlésekben, a Bibliában természetesen, hogy 2000-ben itt lesz a világ vége. Jehova tanúitól, sehova tanulik, mindenkit megidéztek, mindenki nyilatkozott, letette a kisesküt, 2000-ben a világ vége. Na igen, ám, de tudjuk, hogy mi történt, világ vége sokféle lehet, és mi akik benne vagyunk valamiben. Tehát ma a legkönnyebb megjövendölni a következőket. Most ugyan rossz. Holnap még rosszabb lesz. Utána még rosszabb lesz, de ha kitartunk hitünkben, előbb-utóbb majd jó lesz, vagy mikor? Fogalmam nincs. Na most ez nem jövendőlés, ez lehet érzékelni, hogy milyen ütemben sodródik, elhangzott a szakadék felé, nem csak Magyarország, hanem az egész világ. Tehát a jövendőmondó ne azt jövendője, hogy világ vége, hanem azt mondja meg, hogy hogyan lehet elkerülni, ha neki lejött. Világos? De egy táltos nem attól volt táltos, hogy azt mondta, ki fogtok pusztulni, hanem megakadályozta. Megakadályozta. És azért jönnek le fentről dolgok, gondoljuk végig,
nem a kár örömmel ki fogtok pusztulni, hanem hogy Noé, építsd a bárkát. S látja mindenki, hogy Noé építi a bárkát. Innentől mindenkire rá van bízva, hogy látja a veszélyt, vagy nem látja a veszélyt. Nos, egy biztos, 2012 maja proféciák. Ez a szabad könyves könyvkiadásnak a világlistáin mindig első volt, Tosanba, Tescóba, Aldiba, mindenhol lehetett kapni. Senki nem tűnődik el azon, hogy ugyan már magyar nyelvre, maja csillagászatról mind a mai napig semmit nem fordítottak le, szlovák nyelven ekkora a szakirodalma, román nyelven ekkora a szakirodalma, szerb nyelven ekkora a szakirodalma, magyar nyelven semmi. Magyar nyelven maja proféciák. És megveszi a Tescóba. Tescónak a boltos, könyvboltos részében. Na most tudni kell a következőket. Maja időszámítás gyakorlatilag senki nem fejtette meg. Egy. Maja nyelve gyakorlatilag azt a maja nyelvet senki nem fejtette meg. Kettő. Három. Maguk a maják tiltakoznak, mondván, hogy ők ilyeneket soha nem. Az más kérdés, hogy tiltakozót mindig lehet találni, de egy biztos, ezek nagyon kemény dolgok. A hiszékenység. És vannak, akik várják, hogy és akkor majd eljön. Mindenki pusztulni fog, de hozzá majd kis fogadva pillangók befogva fognak jönni, mint az egyetlen érdemesített. Na most maga Jézus mondja, egy, azt a napot, azt az órát, azt az évet senki nem tudja. Kettő, legyél éber, mert akkor jön el, amikor nem is gondolod. Mert a tolvaj nem akkor jön el, amikor nappal van és minden őr ébren van, hanem éjszaka, és ez nem napszak, hanem amikor az ember fejébe már csak éjszaka van. Amikor nincs már jövőkép, na akkor jön el. De mi az érdekessége? Hogy mikor senki nem tudja. Mert keresztény vallási nyelvezettel szólva ez azt jelenti, hogy aki teremtette a világot, kinek a feladatköre eldönteni azt, hogy mikor van vége. Ez nem a fiúnak a feladatköre, nem a Szentléleké, ez a teremtő. Magyarul még az ég angyalai sem tudják. Komám, honnan jött le neked? Most, hogy nekem is lejön. Holnap rossz lesz, holnap után még rosszabb lesz, és akkor nagy szenvedések lesznek, lesznek fogakcsikorgat, lehet ilyeneket mondani. De tudjuk, mi a jövendőlés? Az, hogy meglát egy csillagot, pályáján követi, hogy hogyan, azt én sem tudom, azt sem, hogy milyen csillagot látott meg, mert csak hárman látják, és eljut a betlehemi jászolhoz. Na most ez jövendő mondás útján való hitelesítés. És azt is tudni kell, hogy a jövendőmondás minden kultúrában az egyik legéletveszélyesebb foglalkozási ág volt. Miért? Ez nem vallási kérdés. Hát egy ember, sok ember gondolkozását manipulálja. Jövő vonatkozásában. Tehát egy ember már az is bűn, ha egy embert megtéveszt. Na de ha közösségeket téveszt meg. Azt régen úgy tekintették, hogy jövő gyilkolás. És a gyilkosnak mi a büntetése? Hát úgy vágtak le ilyen fejeket Szebrebben és nélkül Kínától a préri indiánokig, hogy azt csak, ahogy úgy mondjam, nem is lehet elsíratni. Felelősségérzet. Tehát, ha elkerül a világ egy olyan helyzetbe, mondván, hogy hát nincs jövő. A magyar az ki fog halni, 2012-ben világvége, 2012-ben majd lesznek olyan könyvek, hogy 2022-ben, mert bocsánat, maja proféciák mégse azt mondták, hogy 2012-ben, és még van, amiben egy keresztény ember biztos lehet. Az, hogy most nem 2011-et írunk Jézus születése óta. Ebbe biztos lehet minden keresztény ember. Mert a legpontosabb számítások szerint is egy évtizedes az ingás.
És akkor még a 300 év különleges históriájáról nem is beszéltünk. Tehát milyen alapon dönti el? Hát azért arra is emlékezzünk, hogy az iszlám most hányat ír, kínai időszámítás eredetileg hányat ír, ausztrálban szülöttek Észak-Ausztráliában hányat rónak a barlang szemető falára, zsidó időszámítás éppen hányat ír, és volt idő, amikor egy nagyon októberi valamit, november napjaiban, tehát ébresztő már, ébresztő, aki az idő ura, és ez egy közhely. Ezért mindig idővel megy a manipulálás. Azt tud igazán kézben tartani a sokatokat. Na hát megmondom őszintén, hogy most már bele kell csapni a témába, tehát a téma így szól, hova álmodnám királyi központot, egy biztos olyan helyre, hogy nyitott legyen egyetemesen minden irányba, és zárt legyen minden irány számára. Na most jelenlegi tudásunk szerint, tehát ez mit jelent? Egyszerre legyen nyitott, és egyszerre legyen zárt. Barát előtt nyitott, ellenség előtt elmegy a tövében, és észlesen veszi, hogy ott volt a királyi központ, tehát zárt. Na most erre nem minden tájegység képes, hogy kialakuljon ilyen terület. És még egy apróság. Ha a király reggel fel kell, hajnalban, nyáron nyilván sokkal korábban van az ébredés. Nem csak egy király, általában egy halandó ember, akinek van háza, van udvara, szereti reggel látni azt, hogy mi van az udvarában, mi van a házában, vagy nem is foglalkozik ilyen kérdéssel. Az első, hogy megnézi. Na most királyi központ nem lehet ott, ahol egy országra semmiféle átlátási, vagy belátási lehetőség nem nyílik. Tehát a mai Budáról egyet lehet tudni, amennyire szép fekvésű, amennyire tele van gyógyvízforrásokkal, budai oldal és a pesti oldal is. Soha a középkorban nem hívták Budának. Történelmi tény, még egyszer elmondom, soha a középkorban nem hívták Budának. Akkor minek hívták? Pest hideg kútiak hol laknak? A Duna melyik partján laknak? Pest hideg kútiak. A budai oldalon, és mégis Pest hideg kúta neve. És tudom, hogy az ilyen lélektani okoskodások néha megterhelik a szárnyaló lelkünket, de nem árt tudni, hogy mondjuk, amikor ez megint csak a saját tapasztalat. Tehát amikor mondjuk egy vidéki város pályaudvaránál a pénztárba az ember sorba áll, és veszi a vonatjegyet, aki Budapestre vesz jegyet, ma már biztos, hogy más a helyzet, 90-es években gyakorlatilag, ha valaki azt mondta Keszthelyen hajnalban, ott álltam a sorban, és hát onnan mindenki Pestre ment, hogy kérek Budapestre egy jegyet. Lehet, hogy a jegyárus nem is tudta volna, hogy miről van szó. Miért? Mert Pestre adja a jegyet. Tehát a köznyelv mind a mai napig Pestre megyek. És amikor Pestre megyek, akkor kapok észre, hogy hoppá, déli pályaudvaron vagyok, a budai oldalon. És aztán még Jókai idejében van egy rigmus, nem oda Buda. És ezek alapvető, hogy úgy mondjam, lélektani tények, és gondolom tudjuk, hogy nagyon sokáig, nagyon sok mindent az ember a szólásmondásokon keresztül visz magával. Ma már nem káptalanokban vannak az információs bázisok, hanem számítógépekben. Na de mind a mai napig mit mondunk? Nem káptalan az én fejem. Tehát bizonyos dolgok, a tehetetlenségi erő révén már nincs hozzá köze a mindennapi életnek, de mégis a szólásmondás, a nyelv útján, mint magától értetődő igazságot viszik tovább. Na most azt a helyet, ami a Gellért-hegytől felfele van, és a Rózsadombtól mondjuk lefele van, és hát a budai hegyek itt szépen a János-hegyel és a Hárshegy vonulatával, ez egy gyönyörű hely. Azt a helyet negyedik Béla erősíti meg
legelőször. És negyedik Béla királyunk korában, sajnos ilyen az élet, már van Buda, és van Óbuda. Lehet, hogy ez sokak számára újdonságként hat, de az élet az ilyen, hogy Szent István nem Budán épít egy prépostságot, hanem Óbudán. És közben Szent István ismeri Budát. Tehát Óbuda és Buda gyakorlatilag történelmi kútfők alapján az Árpád-kornak már Szent Istvánnal kezdődő szakaszában köszönik szépen, jól vannak. Tehát ott vannak. És ezt a helyet, amit mi Budai várnak, meg Budai várhegynek nevezünk, ennek még csak nem is Pest volt a neve, hanem Pest új hegynek hívták a dombot. És negyedik Béla az 1250-es vagy 60-as években város alapítási oklevelet állít ki. Milyen címszó alatt? Nem Pest hegyén, hanem Pest új, tehát még Pest vonatkozásában is az új kategóriába esik. Miért? Mert ha Budának van pesti oldala Óbudán, akkor az Ópest. Ha van a Budának pesti oldala, akkor az Pest. De itt egy új alapítás történik, milyen névvel? Pest névvel. Minden történész tudja, minden régész tudja, a mondat viszont hogy folytatódik? Na is, megoldja. Hogy lehet ilyenek fölött úgy átsikkadni? Hát könnyű. Ahhoz kell azért Trianon, kellenek Habsburg évszázadok, kell Mohács, kell Buda eleste, tehát azért néhány évszázadra vagy fél ezer esztendőre nyilván szükség van. Na de ami nagyon érdekes az ügyben, azon túl, hogy ez egy parádésan gyönyörű, varázslatos hely. Tehát valaki rikkant a János hegyen, nem tudom, hogy ki van képben most a budai várhegy, most én is így mondom, fekvése és a környező hegyek. Olyan az akusztikája, hogy a Naphegy, ami egy kicsit a Jánoshegy felé vezet, a nyugati oldalon. Gyakorlatilag, ha a Naphegyen van mondjuk egy őr, akkor én ilyen hangerővel tájékoztatom, ő meg felkiált, nyilván a Jánoshegy az környék egyik legmagasabb hegye, azt nem fogják, hogy úgy mondjam, kihagyni a számításból. Pillanatok alatt hangútján be lehet lakni, az irdatlanul nagy területet. Egy dologra nem képes a táj. Reggel fel kell a király, körülnéz, látja egész Magyarországot, vagy nem látja. Nem látja egész Magyarországot. Na most arra gondolunk, hogy ez egy olyan szempont, hogy hát nem utáskodunk, de igen utáskodunk. Ha úgy tetszik. Egy király, gondolom tudjuk, egy királyi központ, ha lehet, ha a tájváltozatossága engedi, akkor nyilván olyan helyen van, hogy a király, hát ne reggel a rádióból értesüljön, hogy már rég nincs országa. Hanem gondoljuk végig, most már lehullottak a lombok, felmegyünk Dobogókő tetejére. Nyiladékokon keresztül a Bécsi medencéig el lehet látni. Jó időben a Tátráig el lehet látni. Ébredjünk. Hova lehet látni? Tátráig. Lehet látni az egész északi középhegységet, és hát bizonyos pontjairól az egész Alföldet. És azért gondoljuk végig, hogy mi a varázslata a dolognak. Akárhol járok mondjuk a Börzsönyben, a Duna túlsó partján, vagy itt a Dunántúlon, egy biztos kívülről nem mutatja ezt a hallatlan, 700 méteres dobogókő. És ellátok a Tátráig. Hogy a búbánatban van ez? Na ettől lesz szent egy táj. Tehát nem a hivalkodásával, hanem a természet fölötti arányosságával. És akkor megismerkedünk riadós gyorsasággal, tudom tartani a menetidőt ennek igenis a körben, de tehát hogy 3-4 óra múlva vége. Tehát, mit tudunk erről a kulturális tájról és területről? Hát az, hogy ember ősidők óta lakott a terület, ezt mindenki tudja, a Piliszántói kőfülke. Itt a
hogy megyünk fel a Pilis-hegy tetejére. Hát ez őskori barlangszentély gyakorlatilag. Ezt mindig mindenki tudta. Nos, az, hogy egy táj régi óta lakott, vagy kevésbé, most ez látszólag közömbösnek tűnik. De az, hogy az ember itt mindig jól érezte magát, ehhez képest a legtöbb pilisi történelmet tárgyaló könyv, hát azért nem így jelent meg, hogy Pilis egészen, hanem Esztergom, Visegrád, Dömösi Préposztság. Nem fogjuk elhinni. Kivel indítja a történelmet? Már a rómaiak is. Csak van egy probléma. A rómaiak itt nem benszülöttek voltak, hanem betolakodók, hódítók. Magyarul a magyarországi történelemtudomány nem a benszülöttek érdekeit képviseli, hanem hát mi közöm nekem a rómaihoz, könyörgöm. Kit érdekel, hogy hány burgus Irgun Burgumot állít fel a Duna két partján? Hát félt, egyszerűen üldözési mániája volt. Miért? Mert kemény népek lakták, vagy kemény nép lakta a Kárpát-medencét, és ha nem tűnt volna föl, római birodalom nem is tudja elfoglalni a Kárpát-medencét. Tehát itt hatalmas nagy öldöklő harcok révén végeredményben kiszorítják az itteni népeket, de egy biztos, átmennek a Duna túlsó partjára, és a tovább szorítósdi időnként Marcus Aurelius átmegy a Duna túlsó partjára, elmélkedéseit gyorsan meg is írja, tehát világbölcseleti tett, hogy hol lehet jól elmélkedni, még egy római császárnak is. Ez gondolom tudjuk művelődés történeti tény, tehát itt a Dunakanyarba írja az elmélkedéseit. Tehát végeredményben, de nem tud tovább menni. Nem tud tovább menni. Pedig ez a terület övé lett. És gondoljuk végig, a török sem tudott tovább menni, pedig ez a terület, most általánosságokban fogalmazunk, az övé lett. Hogy lehetséges, hogy minden hódító a Kárpát-medencének ezt a pontját akarja elfoglalni, és mint hódító pont itt törik bele a foga az egész Kárpát-medence meghódításába. Mert nem tud tovább menni. És ennek van egy nagyon fontos, érdekes tanulsága. Milyen alakra megy vissza a táj? Itt most az anyaföldről van szó. Ez egy népnek az anyaföldje. Van egy szív alakú táj. A hódító akkor is idegen marad, ha megkedvel bennünket. Tehát végeredményben hiába foglalja el átmeneti ideig, soha nem fogja az utat megtalálni. Beljebb és feljebb. Csak a felszínt fogja megtalálni. Hát sokan elmondják azt, és ezt még annak idején 70-es években Papp Gábor kutatásai erősítették meg, hogy az általunk ismert pilisi, hogy úgy mondjam, művelődés történeti emlékek, vagy értékek túlnyomó többsége mind a mai napig hol van. Nem a föld felszíne fölött az érthető, hanem a föld mélyében van. És hogy mit jelent a mélyek, Pilisszántón is ezt lehet látni, van egy hatalmas nagy törmelék réteg. És például Esztergom talán még ennél is tanulságosabb, mert az újkori Esztergom egy 10-15 méteres középkori törmelék rétegen áll rajta. Tehát nem az eredendő kultúra talajszintjén, hanem általában 10-15 méteres törmelék rétegen. Hát a romokat nem úgy hordták el, hogy jöttek a teherautók, hanem lehetőség szerint nagy követ ki, és hát a táj meg bedolgozza magába ezt a bizonyos réteget. És itt nagyon sokan felfigyeltek és figyelmeztettek arra, egyébként minden ásatás nyilván egy törmelék réteg. Hát ne felejtsük el, a esztergomi várkápolna is onnan kerül elő. A visegrádi Mátyás palota, Sulek János ásatása révén a 30-as években. Hát Varjú Elemér. Hát jó neve van egyébként, és úgy
elemér, velemér, tehát egy biztos, ez nem holló, hanem varjú, de a varjú is nemes madár, tehát nagyon intelligens, nagyon okos madár, de egy biztos, és gondoljuk nekünk, ilyen akadémikusaink voltak. Gyűlölte a magyarságot, de gyűlölte. És éppen ezért, mivel tehetett rám, azt tanította, azt írta, hogy Mátyás visegrádi palotája nem is létezett, ez humanisták túlzásaira megy vissza, és a kortárs humanisták egytől egyig hazudtak. Nem lehet Mátyásnak fényes palotája. Sulek Frigyes fia, Sulek János, a Sulek Frigyes neve gondolom ismert, a halászbástya, Mátyás templom, tehát ez gyakorlatilag ez egy építész. Pecsalád. Viszont szentül hitt abban, hogy Mátyás palotájának meg kell lenni. Miért nem találták meg annyi ideig? Mert ilyen agresszív, gonosz pusztítást egyetlen egy kései nemzedék sem feltételezett. Ugyanis Mátyás visegrádi palotája úgy volt a föld réteg alatt, hogy a hegyoldal egy részét rárobbantották. Tehát nem elég, hogy törmelék réteg, még rárobbantásokkal is el akarták pusztítani. Ki? Nem a törökök. Nem tudom, hogy van-e sejtés, a kultúrát nagyon szeretik, egymás családtagjait nagyon szeretik, emberiség történelmét, gondoljuk az indiánok kiirtására, Habsburg Károly spanyol uralkodó korában. Tehát csupa szeretetben áll. Habsburg dinasztia ideje van. Tehát olyan múlt pusztítás történt itt a Pésen belül, miután a háborúk már eleve pusztítottak a felszínen, és az a rengeteg épület, ami leomlik, azért az egy emeletnyi, hogy úgy mondjam, talajszintet fog képviselni. Igen ám, de épületeknek vannak alépítményei. És ez azt jelenti, hogy a Pilis régészeti szempontból ma is nyilvánvaló módon, ha nem is olyan módon, ahogy álmodunk róla, de bizony kincses bánya. Tehát ki tudja, hogy dobogókőnek én a felszínén járok, vagy egy törmelékrétegen járok. Hát nézzük meg azokat a törmelékes köveket. Lehet látni, hogy egy törmelék réteg, az nem a talajszint. És a törmelékek leomlanak, rések támadnak, és aki ismeri dobogókört, hát nem egyszer nagyon sokan azt hiszik, hogy végre bejutnak valahova. Miért? Mert 20-30 méteres üregrendszerekbe lehet leereszkedni. Ahogy így egymásra dőlnek mondjuk falak. Tehát tovább már nem akarom húzni itt az időt. A legfontosabb központok a középkorban hol lehettek, ha Esztergom a Dunakanyar nyugati kapujában van, Visegrád királyi központként a Dunakanyar keleti kapujában van, Szent Korona szempontjából ez a két hely miért nevezetes? Mert 1301 után a Szent Koronát visegrádi fellegvárban őrzik. Viszont 1301 után és előtt Magyarországon Szent Koronával királyt koronázni egyházi hatalmasságok közül egyedül az esztergomi érseknek az előjoga, ha ő vele valami probléma van, beteg, meghal, nincs betöltve az érseki szék, akkor jogérvényesen, püspök nem, egyedül a kalocsai érsek helyettesítheti. Na most, esztergomi érsek koronáz, és a korona Visegrádon van. Tehát innentől kezdve, hangsúlyozom, innentől kezdve, a meg nem gondolt gondolatra gondoljunk, nem szeretnék itt kioktatósdit játszani, de ezek nagyon egyszerű dolgok. A korona, mivel gyakorlatilag a legtörékenyebb üvegből van, a zománc ugyanis valamilyen szempontból üveg. A korona keresztpántja az ilyen vékony aranyból van, mint ez a papíros. Na most egy ilyen 8 azsúr zománc, tehát a pártázatra gondoljuk, aminek az a lényege, hogy olyan, mint az áttetsző üvegablak, mert mögötte nincs arany lemez. Tehát nem tartja meg semmi, csak a vékony arany húzal. Tehát
Tehát ez azt jelenti, hogy valaki így teszi le a koronát véletlenül, így csúszik meg, és kipattan a helyéről. Még mindig a helyén van. Na most az ilyen típusú korona, mi az, amit nem szeret? Nem szeret rászkódni, rászkódástól nem mentes utakon. Nem szeret önszántából nagy utakat megtenni, ha van egy egészséges ország, egy egészséges közigazgatás és egy egészséges szakrális központ. És általában a király koronázásra a szent koronát, vagy előző nap este helyezik a fehérvári Boldogasszony templom oltárára, most a legoptimálisabb menetrendet ismertetem, vagy ami elég ritka, már még aznap hajnalban, vagy már aznap hajnalban. És még aznap este a korona visszakerül a ládájába, az őtörző ládájába, és visszakerül arra a helyre, most maradjunk Visegrádnál, ahonnan elvitték. Most innentől kezdve, aki jön Székesfehérvárra, Balaton és a Velencei tó között, az egy dolgot szeretne nagyon, akár tudja, akár nem. Magyarország akkora legyen, mint egy dunántúli terület. Mert ha Magyarország akkora lenne, amit nagyon kívánnak neki, a mai Székesfehérvárról még egy dunántúlnyi területet sem lehet irányítani és kormányozni. Tehát itt nincs kérdés. A kérdés az, hogy hogy lehet az, amit a mesékből megtapasztaltunk. Elmegy valaki a mai Székesfehérvárról, ilyen vékony falak, tehát ez azt jelenti, hogy arra magas, hogy úgy mondjam, felépítő tornyokkal, ez maga az elképzelhetetlenség. És van még egy apróság. Ez a szerkezet, ami nekünk bazilikának tűnik, ez gyakorlatilag a római kori házépítészetnek, fürdőépítészetnek a legjellegzetesebb formája. Na most nyilván egy avatatlan, ez meg tud téveszteni. Na de aki nem avatatlan, aki régész, aki történész, hát átmegy tácra a mai Székesfehérvárról, és ott tác Gorziumban mi fogadja? Ugyanaz, ami a székesfehérvári romkertnél. Csak mi a különbség? Ami Gorzium esetében tácot oda 10 kilométerre római kori, a Székesfehérváron Árpád kori. Csak van egy probléma. Mert Szent István korából egy cserépdarab nem került elő, jön a tanmese. Az új kereszténység fellegvárát most érdemes figyelni. Szent István miből építi? Az aquincumi római kövekből honnan? Még aquincumból is került a mai Székesfehérvárra kő. És Tácgorziumból. És az első árpádkori emlékréteg arról a területről a 12. századból származik. Most van egy probléma. 12. században Fehérvár már bejáratott. Félrejöttek, nem lehet, miért? Mert Szent István építeti ki. Vagy, ahogy a legendái egyik csoportja elmondja, nem önálló építésről van szó, hanem megújításról. Na most végeredményben én nem fogom azt mondani, hogy Fehérvár vagy Buda akkor itt volt, Fehérvár, hát fehérek a követ legyen Szántónál, Buda pedig legyen valahol máshol, tehát ilyen most nem fog elhangozni, hanem tényeket fogok ismertetni. Az egyik az így szól. Habsburg katonai szakmunkák állandóan hangsúlyozzák. Na most a könyv, amiből van, Székesfehérvár múltját tárgyalja, régész szerző páros írt, az Rényi könyvkiadónál jelent meg 90-es években. Tel is tele van metszetekkel, és kiderül, hogy fehérvárak fel vannak tüntetve, és körülbelül 4, tehát akárhogy nézem, ez 4. Tehát Stolweissenburg, és körülbelül 4 kiadás van. Tehát ez mit jelent? 4 vár, 4 különböző vár, egy felirattal. Kérdés, hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Tehát ezek, ha megint csak gondoljunk mindig a császár új ruhája históriára.
Tehát nem olyan jellegű dolog, hogy itt vitatkozni kell. Ha az egyiknek kerek a város magja, így kerek, így, így, így. A másiknak ilyen alakú, akkor hiába írja fölé a Stolweissenburg, egy biztos, ez egy felirat, két különböző hely. És van egy harmadik is, aminek nem kerek a magja, hanem ilyen egész érdekes fejre emlékeztet, és ráadásul egy folyó két oldalról, magyarul, egy szigeten van. És a folyó egyik partján is hegyek vannak, a folyó másik partján is hegyek vannak. És ennek, ez olasz hadmérnök készítette, a felirata az így szól. Il vero disegno. Il vero disegno. Vagyis az igazi valódi. Tehát sok fehér vár van, de ez az igazi. Ez a valódi, alba régi, de csitta, és akkor van egy ilyen csirkonda valami, ami megnézzük, hogy mi folyja körbe ezt a hegyek között lévő, de vízben álló, szigeten álló várat. Danubius, Fiume, la circonda, és akkor itt jönnek a szép olaszos megfogalmazások. Magyarul a Duna folyó, ami körbefolyja a várost. Na most, ha csak egy ilyen metszet lenne, ez megint, most ne idegeskedjen senki, de végül is valamint Jézus származása. Hát persze, hogy mindenki fújja, mint a harsonákat, vagy a fuvolákat, hogy Jézus zsidó származású, Dávid házából származott, csak van egy probléma. Ezt az akkor élő ortodox zsidók túlnyomó többsége nem így látta. Tudom, hogy ez sokunknak nem probléma, de egy biztos, nekik ez nagy probléma volt. Ugyanis a messiás csak Dávid házából származott. Jézus pedig a négy evangélium szerint sem származott Dávid házából. Vajon miért? Mert elmondja Lukács, elmondja Máté, úgymond az ő családfáját. Csak hogy ez nem Jézus családfája, hanem Józsefé. És nincs visszabeszédnek helye. Tehát ez nem minősíti az ő küldetését, semmit nem akar, csak valamit jelez. Azt, hogy valamire oda kell figyelni. És nem azokat naponta kitiltani, meg megbántani, akik tényleg néha úgy átesnek a ló túlsó oldalára, és akkor jó, pártus volt Jézus, akkor nem erről van szó. Azt, hogy azt tudjuk, hogy Mózessel az Isten beszélt a pusztában, erről pedig azt sem tudjuk honnan való. Akkor itt nem déli bábozásról van szó, hanem arról, hogy a hithű zsidóság ma is várja a messiást. Erről van szó, ennyi. És én hiába mondom azt, hogy ő volt az, mert Dávid házából származik, ha maga Jézus belép a jeruzsálemi nagy templomba, és itt ő szólal meg. És megkérdezi a papot, mi módon gondolják az írástudók, hogy a megváltónak Dávid házából kell származni. Na most, ha valaki így lép be, akkor itt milyen problémáról van szó? És ő mondja, ezt ő mondja, hogy hogy származhatna Dávid házából, ha Dávid urának nevezi őt? Hogy lehetne Dávidnak a gyereke? Tehát nem elutasít, és nem kiokosít, hanem egy problémára maga Jézus is figyelmeztet. Most bármennyire hihetetlen egy kicsit, ilyen a helyzetünk a magyar művelődés történettel is. Tehát attól függ, hogy hogy neveltettünk, presztízs kérdést csinálunk belőle, és nem a lényegre figyelünk oda. Na most visszatérve tehát Székesfehérvár históriájára, a legtöbb metszet viszont itt olyan fehérvárat mutat, hát most vetíteni sajnos nem lehet, mert nekem diaképeim vannak, az meg most megoldhatatlan volt. Tehát a lényeg a következő. Van egy ilyen belső magja.
Ez viszont egy ilyen falrendszer övezi körbe, tehát végeredményben így jönnek ilyen félköríves, lefelé csökkenő méretük csökken, és a másik irányba is így. Na most mit várna az ember? Hogy ez két irányba felfelé és lefelé ugyanígy megismétlődik. És nem. Az ember elképed. Hát ha valamit ennyi vízi alkalmatossága, erődítmény, ilyen sánccal védesz két irányból, ez legyen egy kelet-nyugati irány, akkor miért nem véded északról, és miért nem véded délről? És akkor az ember úgy odaadja egy építészmérnöknek, mert érdemes egyébként olyanokkal megkonzultálni dolgokat, akik ma is hivatásszerűen gyakorolnak valami hasonlót. Itt van ez a Fehérvár alaprajz, te minek látod? Mit fog mondani? Emberi szemnek. Tehát figyeljünk fel erre a formára. Kerek, van egy belső kerek magja. És ha én körbe rajzolom, egy ilyen formát kapok. Tehát mint egy ilyen szilvamag, tehát így ismerős, és a középen pedig ott van ez a körforma. Itt válnak izgalmassá a dolgok. Mert erre nem kényszerül rá mondjuk egy nép, hogy ennyire rendkívüli építészeti alaprajzi formákkal álljon elő. Tehát ennek vagy van szakrális tartalma, vagy nem érdemes, mert hadászatilag, gyakorlatilag két égtáj irány teljesen szabadon adott. Na most ezek a metszetek, ezek tényleg egy úgynevezett mocsaras területen vannak, sárvíznek hívják azt a folyót. A sárvízzel mi a helyzet? Az, hogy még régen a Duna mentén, vegyünk elő 19. századi névanyagot, hát gyakorlatilag a legtöbb oldalági vizének mi a neve? Sárvíz, 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 sárvíz. Tehát Buda van a Balaton északi partján is, sőt, Óbuda. Balaton északi partvidéke fölött, Tihany fölött bent a hegyekben. Így, hogy Buda. Erdélyben van Buda. Már eleve Budavár, Budvár, udvarhely fölött. Amit az helyi székely hagyomány hogy tart? Vagy Budáé, vagy Attila feleségéért Vékájé volt. Másik hegyet eleve Rékavárnak hívnak ott. Aztán azt mondom Pest. Hol? Nándorfehérvár felé menve. Azt mondom, hogy Keszi. Melyik Kesziről tetszik beszélni? A Buda Kesziről? A Tisza Kesziről? A Bátor Kesziről? A Sár Kesziről? Hát Keszi az gyakorlatilag olyan, hogy én most ugye ezt nem tudom elővételbe így produkálni, de kapásból egy egyszerű térképre ránézés bárki 30-at minimum összeszámol. És akkor melyik Fehérvár? A Gyula Fehérvár? A Tenger Fehérvár? A Nándor Fehérvár? A Dnyeszter Fehérvár? Hát gondolkozzunk már. Még Esztergomnak is megvannak az unokaöccsei, a helyén vannak a Kárpát-medencében. Meg Esztergom egy kicsit kötődik Eszterhez is, meg a gombhoz is. Tehát kicsit nehezebb. És megvannak. Na most mi az, ami nem egyedi a Kárpát-medencében? Egy név, az soha nem egyedi, hanem rendszereket alkotóan jelenik meg. A Visegráddal pedig nem csak a Kárpát-medence, egész Európa tele van gyakorlatilag. Ott is, ahol éltek szlávok, ott is, ahol nem éltek szlávok. Tehát gondoljuk végig ezeket a dolgokat. Tehát végeredményben megjelennek ezek a Fehérvár metszetek, és a legismertebb, és ilyen könyvekbe. Tehát ez mit jelent? Ott van a metszet, ott van az okleveles anyag. A könyv szövegében csak ennyi szokott megjelenni, hogy érdekes módon Fehérvárat a középkor végi térképek, metszetek, azok mindig valószerűtlenül magas hegyek ölelésében ábrázolják. Érdekes módon. Ennyi a reflexió. Érdekes módon, hogy van négy Székesfehérvár metszettípus, és ebből talán egyetlen egy sem, de én nagy lelkű leszek, egy-két firka talán rávetíthető a mai Székesfehérvár. Senkit nem fog érdekelni. Miért? Hát azt most így nem fogom én részletezni, hogy miért, az idő az amúgy is szalad velünk. Tehát egy szónak gyakorlatilag száz a vége, van egy Fehérvárunk,
És ugye hadjáratok közben ábrázolják ezeket, és ott még néha még a növedékek pályája is. Magyarul nincs déli bábozás. Hadmérnökök készítik hadjáratokhoz. Most azért gondolkozzunk már. Ha nem rosszul értett vagy látott metszetet átköltött meseszerűen kiszínezett. Érdekes módon mindig Buda az. Érdekes módon mindig Fehérvár az. Érdekes módon ez a színező pont a legfontosabbakat, és 150 éven keresztül idegen hadakkal a leggyakrabban látott várak. Hát itt ostromok, élet-halál harcok vannak 150 éven keresztül. Tehát olyan nincs, hogy én csinálok egy képes lapot mondjuk a prágai várról, oda szépen fölírolja a prágai vár, gyönyörű szépen, szépen elkészítve, és közben pedig mondjuk egy dél-afrikai kecskeollat ábrázol valójában. Azon nyomban látja mindenki, hogy ez nem az. Ez vitán felülálló tétel. Viszont két hatalmas hegyvonulat között, és megmondom őszintén, hogy a fehérváraknak ez a metszett típusa kísértetiesen beleillik ebbe a tájba, itt Szántótól egészen a Duna partjáig. Tehát két hatalmas hegyvonulat között valahol lent, és azért ne felejtsük, itt rengeteg víz volt hajlanán. És nyomaiban még Szántótól kimegyünk, még most is ott vannak azok a kicsit ilyen vízi növény világra emlékeztető területek. És még emlékezzünk valamire vissza. Itt végig jelen van ebben a térségben, egy hegyvonulattal kijebb is, de ahogy Solymár felé megy az út innen, és amin átmegy a vasút is. Mire emlékeztet az az irdatlan nagy széles nádas? Az pontosan egy kiszáradt, széles, folyónyi, szélességű terület. Ennyi. Se többről, se kevesebbről nincs szó. És ezek a dolgok, amelyek például itt jönnek, mind a két irányban gyakorlatilag árkokba futnak bele. Nem is tudom, hogy melyik patak megy itt végig. Az a patak ilyen széles árokrendszer, csak úgy, mert ő a kis patak soha nem tud. Tehát teljesen más volt a víznek és a tájnak is a kapcsolata. Na, de nem kritizálni akarok, hanem az alap ténymegállásító mondatot szeretném most végre elmondani. Tehát ebben a könyvben, amit én idéztem, kicsit kritikus élet, tehát metszetek tömegeit teszik bele, és oklevelek tömegeit idézik. Metszetek nem a mai Székesfehérvárat mutatják, oklevelek tömegei nem a mai székesfehérvári történelmi tájat mutatják. Mondok egy példát. Hatalmas nagy vihar van Székesfehérváron. 1600-as évek, mert van egy idő, amikor 1601-ben visszafoglalják a keresztény hadak Székesfehérvárt. És hatalmas nagy vihar támad, de most nem a visszafoglalók vannak ott, hanem a török. És a hegyekről lezúduló víz mai Székesfehérváron. Hát Csókakő vára, és az a hegyvonat 30 kilométerre van, hogy érthető legyen valami. A hegyekről lezúduló víz Fehérvár bástyáit és falait meggyengíti. A fehérvári pasa annyira megijed, hogy azonnal a budai, mai Székesfehérvár, mai Buda. Azonnal riadoztatja budai pasát, hogy azonnal küldjön vár megerősítésben jártas szakembereket. Mert gyakorlatilag a hegyekről lezúduló víz az elmosott egy-két falat és elvitt egy-két kaput. Hol? Mai Fehérváron. Hegyekről lezúduló víz. És az összes metszet hogy mutatja? Két nagy hegyvonulat között. És azért gondolom, tudjuk, ha ilyen meredeknyi hegyek oldalán zúdul le a víz, most felejtsük el azt, hogy volt egy ilyen ötletszerű javaslat, hogy érdemes azokat a Fehérvár metszeteket rávetíteni erre a tájra.
De nyáron, amikor itt vihar van, és valaki jön mondjuk Szántónát megy Szentkeresztre, hát azért hogy zúdul végig itt az úton a víz? Hát ennek van ereje, de van is honnan zúgnia. Tehát ezek egyszerű jelenségek. Na most idézek a könyvből, tehát Habsburg katonai szakmunkák állandóan hangsúlyozzák, Székesfehérvár Budával és Esztergommal egy egyforma távolságra lévő, egyenlő erejű háromszöget képez. Mit jelent ez magyarul? Hogy Habsburg katonai szakmunkák nem a mai Székesfehérvárról beszélnek, hanem Fehérvár Budával és Esztergommal. Egy háromszöget képez, és egyforma távolságra vannak egymástól. Tehát hangsúlyozom, fütyülünk arra, amit Piliskedő címszó alatt újabban Kossuth díjas nagyjai intéznek a helyi közvéleményhez. Egy biztos, aki nem hiszi, járjon utána. És ezek még nem is az utána járásos feladványok. Miért? Ne világos. Se több, se kevesebb nem hangzik el. Na de, a régmúlt időkre. Megérkezik Szulejmán szultán, budai hadjárat állomásainak részletes leírása. Szulejmán szultán naplója, Mohács emlékezete című forrásgyűjteményben olvasható. Maga a szultán mondja. Azt mondják, hogy Buda építése óta és az egyenes ágon leszármazó magyar királyok uralkodása óta Lajos király idejéig 4700 esztendő múlt el. Miről beszélünk? Nem déli bábos barátaink álmodnak vissza soha nem létező múltat, hanem az ország akkori halálos ellensége mondja azt, hogy, és ez kemény tételem, Buda építése óta és az egyenes ágon leszármazó magyar királyok uralkodása óta Lajos király 4700 esztendő múlt el. Tehát ébredjünk, nem lakatlan ez a terület. És mert itt muszlim időszámításról van szó, tehát ez azt jelenti, hogy a ma proféta fellépésétől indítják az időszámítást, gondolom, tudjuk, hogy ez a 4700 év az iszlám időszámításban mit jelent. A világteremtési eszköze. Hát nézzük meg a zsidó időszámítást. Ezek mai fogalmaink szerint nem évmilliárdokról beszélnek, pár ezer évről. Nyilván ennek szimbolikus jelentése van. Na de megyünk tovább. Giovanni Paolo Zenarolla. Nagyon zenei a neve, Fehérvárat még nem foglalja vissza senki, viszont a Habsburg uralkodó fehérvári préposnak már az olaszt kinevezi. Hát így kell csinálni. Tehát Fehérvár vissza, magyar soha nem mehet vissza. Tehát már el van döntve, hogy mi fog történni. Na de az ember megint meghökken. Nyilván ez a Zenarolla, ez nem magyar barát. Különben nem nevezné ki őt a Habsburg uralkodó egy visszahódított terület szellemi irányítójának. Következőt mondja. Budát Trója elpusztítása után Priamosz fia építette Krisztus előtt 1181-ben. Na most miért idézem ezeket a forrásokat? 500 évesen, hanem gyakorlatilag 3-400 évvel ezelőtt. Aki Budával egyáltalán megismerkedett, a saját logikáján belül a legnagyobb őstörténeti múltat adta meg neki. Tehát nyilván egy iszlám vezető, egy padisa, egy szultán, ő egyébként padisa. Nyilván az iszlám időszámítás logikájából, hallomások alapján, és ne felejtsük el, nem déli bábos futóbolondról van szó, hanem egy világhatalom első emberéről, akinek nem érdeke az, hogy itt több ezer éves múlt legyen. Mert annál nagyobb gondot fog neki okozni. Minél kevesebb, lehetőleg legyen 10 éves múltat végképp eltöröljük, 10 éves múltat könnyű eltörölni. Évezredes múltat hihetetlenül nehéz eltörölni. Na de jön Mátyás király. Ez a legszebb. Hogy milyennek a belső tartalma egy ilyen központ. Ez a város, ami Budánk az egykori magyar királyok által láthatóan igen nagy igyekezettel lett kiépítve.
Mi tehát a város, amely a királyi méltóság székhelye és trónusa, királyságunk feje, és ítéletünk szerint népünk üdve. Milyen központ ez? Nem világi, hanem szakrális. Tehát népünk üdve. Tehát ha van szent hely, szent föld valahol, akkor miért mindig máshol keressük? Hát a Mátyás király fogalmazza meg, és szerényen annyit mondta, jó, tudom, okosak vagytok, ezért személyen szent. Ez népünk üdve. Na most hódítok mit szoktak elpusztítani? Az ilyen központokat. Mert ha egy nép visszatalál oda, a múltja elkezd újra sarjadni és elkezd regenerálódni. És amikor mi ezt olvassuk mondjuk Kartágó felszántásánál sóval, az rendben van. És akkor magyar dologról van szó, hát ez túlzás, minden túlzás. Na megyünk szépen tovább. Mivel e földben olyan orvosság rejtezik a betegek számára, amely az egészségeseknek is enyhet ad. Most azért kíváncsi lennék, hogy miből fordította az illető, vagy hogy hogyan, de egy biztos, milyen hely az eredeti igazi Buda? A betegek meggyógyulnak, pusztán azáltal, hogy ott tartózkodnak. Tehát tényleg szent helyről van szó. Na, megint zene róla, jó? Most már csak az idézeteket olvasom. Meghagyta neki, építse újjá és tökéletesítse Szikambriát. Hát ki lehet találni Attila Buda história, tehát egy zena róla is, tehát nem kérdés. Attila magyar, Buda magyar, Budavára nagyon régi. Miért? Mert Attila sem alapít, hanem megújít. Tehát megint jön a történet. Meghagyta neki, építse újjá és tökéletesítse Szikambriát. Na most az egyik a szik, magyarul mit jelent az, hogy szik? Az élet szempontjából. Na az az életnek a legsűrűbb tartománya, Ambriába pedig az embriót nem észrevenni, na de az latin, ismerünk, hát embrió az latinul van, igen? Akkor az embrióból nyelvi úton miért nem latinul ember? Mert magyarul embrióból hangtani úton én az emberhez jutok el. Latinba legfeljebb a homóhoz jutok el. Akkor melyik nyelve van ennek bokra, virágzása? Tehát ez egyrészt az ember szik, és a sok embernek a névváltozata. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy életkeletkezési hely, és érdekes módon egy nép számára, amikor már nem ketten vannak, vagy hárman vannak, akkor is egy nagyon fontos, szakrális alapozottságú helyként jelenik meg. Haladéktalan a munkához látott, és miután helyreállította, mi történik? Helyreállította. Mikor épült? Évezredekkel korábban. Most magyar hagyomány szerint ki az itteni építő? Egy valaki lehet, a világ első királya. De nyilván egy szultán nem erre fog utalni. Egy zenarolla nem erre fog utalni. De becsületesen mindegyikük, nem hogy Attila vagy Jézus, hanem Jézus születése előtti évezredekben, és hogyan? Kontinuitás. Ugyanaz a nép, ugyanaz az uralkodó család, ugyanaz a irányítási rendszer. Minden módon megszépítette és ellátta védművekkel, a város sarkában nagyszerű, kimagasló várat épített, hogy nevét megörökítse nem Attilának, hanem Budának nevezte el. Tehát Attila Budát nézte meg. Ez a nagyszerű város mindig a magyar királyok uralkodó székhelye volt. Miről van szó? Még egyszer. Nem barátírja, nem téli bábos, piliskedő, turulkodó, magyarkodó, turkáló írja, hanem ez a város mindig, tehát a világ történelemben még a 17. században nem kérdés, hogy mi a mindig és mi az esetleges, ki az új és ki a régi. Hát aki már bent van a Kárpát-medencében, mindenki régi. Mindenki régi. Csak minden új réginek tudnia kellene,
hogy ez mindannyiunkra vonatkozik. És itt már, aki bent van, nem tudhatja ki a másikat. Hát azért gondoljuk végig. Ez majd nem jelen pillanatban Noé bárkája nagyságrendben működik ma is a Kárpát-medence. Akkor hogy gondoljuk, hogy aki nem tetszik nekünk, azt szépen belökjük a vízbe. Ez nem Jónás története, ez Noénak a története. Miért? Mert olyan vészterhes időket élünk. Tehát mindig a magyar királyok uralkodó székhelye volt. A város, mint mondtuk, valaha nagy fénnyel és pompával épült. Az újabb háborúk miatt igen rossz állapotba kerül. De azért még látni lehet a gyönyörű alapokat, hát most már semmit, a gyönyörű alapokat. A paloták maradványai, Szent István templom, királyok királynék fürdői, sok más nagyszerű építmény. Nyugat felé feküdtek a régi királyok csodálatos kertjei és vadaserdei. Most olyan híres volt a magyar király vadas kertje és a erdeje, hogy amikor Szulejmán megérkezik, akkor szinte azon nyomban oda megy. És vajon miért? Ha az Inkáról olvassuk azt, hogy milyen volt az Inkának, az indián népek fejének, mert Inka csak egy van, az uralkodót hívták Inkának, és róla, mint uralkodóról a köznyelv elnevezte a zsoldosok által kiírt népek Inkáknak. Aranyból voltak a fák. A fákon arany madarak. És ez tényleg arany volt, és mellesleg a földön lévő állat- és növényvilág sűrítménye ott volt. Tehát Szulejmán szultán azért megy egyből a növényvilágba és az állatvilágba, mert tudja, hogy itt olyan növények és olyan állatok vannak, amely kimerem mondani. Lehet, hogy az ismert kontinensen nincsenek is. Ez világhírű volt. Tehát gondoljuk végig. Kutya nem törődik vele. Kutya nem törődik vele. Miért nem lehet bizonyítani, velencei kereskedők hozták. Ezt végig magyar királyok működtették. Miért a szakrális király az egész földi létnek az ura, ha jó uralkodó. Tehát neki ismerni kell nem csak az érdekességeket, hanem magának az életnek a működés rendjét is. Na most így jutunk Evlia Cselebiig, ötödik idézet, és már csak majdnem ennyi lesz, de én már nem. Hálát adtam Istennek, ez olyan gyönyörű, hogy az ember leginkább ezzel szeretne minden ilyen témát úgy elkezdenie. Tehát Özrínyi Miklós, a költő és hadvezér kortársa, ráadásul magyar nyelven az utazásairól, magyarországi leírásairól való könyve első, tehát a két világháború között is megjelent, meg a 70-es-80-as években is kiadták, ilyen vastag. Tehát most őt idézem. Hálát adtam Istennek, hogy Buda várát megláthattam. Gondoljuk végig, bejárta Indiát, bejárta Egyiptomot, és tulajdonképpen egész életében ő miről álmodozott? Hogy eljut Buda várába, Evlia Cselebi. Imádkoztam érte, hogy megláthassam azt. Hát lehet, hogy nekünk is ezzel kellene időt tölteni. Néha úgy imádkozni, hogy megláthassuk azt. Mert ha egy török erre képes, akkor jelen pillanatban mi miért nem vagyunk erre képesek. Tehát nem felfedezni kell még egy kavicsot, hanem adott esetben biztosítani a tájnak, a műveltségnek, a kultúrának a jövőjét, és az esztergomi oroszlános szentély intőjel. Mert miközben tízezrek zarándokoltak évszakonként, amióta be van zárva, kutya nem érdeklődik. Láttunk a Duna TV-be nemzetet felrázó műsort, hogy azért 11 év telt el nemzeti zarán, és nem tudunk semmit. Hát itt vannak az óriási nagy bajok. Tehát addig örüljünk, amíg minden, ami most jelen pillanatban még nem került elő, hogy ott van, ahol van. Mert ez a nemzedék jelen pillanatban sok mindenre képes, de annyi baja van, hogy magát sem tudja sajnos sokszor a jövő felé kormányozni. De ha véletlenül valami elé kerül, állunk elé.
csak a felelősséget azt nagyon komolyan kell venni. Na de miért olvasom Evlia Cselebit? Hát nem azért, mert megtanít minket imádkozni, hanem a következőért. 35 évi utazásom alatt ilyen magas várat még nem láttam. Mi a kérdés? Mindenki elmebeteg? Mindenki buta? Mindenkinek elment az esze? Hát jön föl a Balkánon. A mai Nándorfehérvár, szerencsére az régen is az volt. Ezek mind magasabban vannak, mint a mai budai várhely. Tehát még egyszer elmondom. 35 évi utazásom alatt bejárja Tolnát, Baranyát, Indiát, Kaukázus, Balkáni hegyeket, gondoljuk végig. Tehát többször én ezt nem hangsúlyozom. Ilyen magas várat még nem láttam. Senki nem kérdezi meg, hogy mit látott ebből a Cselebit. Miért nem kérdezi meg? Mert nem a mai Pestőhegyi várat láthatta. Hát ez vitán felülálló tétel. Szulejmán szultán megérkezik 1526. szeptember 8-án. Megint a Mohács emlékezete forrásgyűjteményből. Látta, ez megmondom őszintén, ez még szellemes is. Tehát ebben még valami humor is van. Látta, de még mielőtt tovább folytatom, áll a Duna parton, és 7 teljes órán keresztül nem tud mozdulni. Mert olyan lenyűgöző a budai várnak a látványa. Mohács forrás gyűjteménye. Tehát nem titkos dolgokról van szó. Csak kicsit olyan helyzetbe jutunk, hogy kell a blikfang, Dalai Láma mondta, és közben a múltunkat hordják szét. Erről van a szó. Hát megmondom őszintén, hogyha én összevetném azt, hogy most melyiket kérném, ezeket az adatokat, vagy azt, hogy Dalai Láma tényleg mondja azt, hogy Dalai Láma. Nem érdekelne a Dalai Láma. Magánügyed Láma. Mondtad, vagy nem mondtad. Látta, hogy olyan vár ez, amin őt emberi szem nem látott. Tehát milyen a budai királyi vár eredetileg? Hát nem hétköznapi. És világutazók írják le, akik azért Konstantinápolyt is látta Evlia Cselebi. És a szultán pedig onnan jött. És egészén, ja és egy apróság, a gízai piramisokat is látták. Evlia Cselebi és a szultán is. Nem ott esik le az álmuk. Nem tűnik föl? Hát ma állna a piramis, piramis. Én is voltam ott, tényleg csodálatos. Na de, milyen lehetett a magyar királyi központ? Ha ezeknek az embereknek itt esik le az álmuk. Tehát egyszer nem tudjuk, hogy mi veszett itt el. Nem tudjuk, hogy mi eltűnt el. És örömmel jelzem, már csak 2 van. 7. Minden háznak az erkélye, ez már budai városban bent vagyunk. Minden háznak az erkélye és ablakai kristályhoz hasonló üveggel voltak díszítve. És minden háznak a tetejét kékes ónékesítette, vagy arannyal futtatott mázas tetőcserepek borították be. Na most arannyal befuttatni tetőcserepet, képzeljük el, hogy ragyog ez a napnak a fényébe. Tehát ezek nem véletlen arany, hát most már rezeznek meg minden, még az alumínium is visszaveri a napnak a fényét. Hát még az arany. És megy tovább a szöveg, még mostanában is megvan azokból a különös festményekből néhány százezer. Na most én értem, hogy itt a fordítóval kellene beszélni, hogy néhány százezer, vagy néhány százezer. Most akár néhány száz, akár néhány ezer, akár néhány százezer, a lényeg az micsoda? Az, hogy nem verték le a falakról. És gondolom tudjuk, hogy az iszlám az nagyon kritikus. Tehát ahol Allah inspiráló erejét a műben nem érzi, leveri. És nem mernek hozzányúlni. Tehát ezek nem hétköznapi festmények. Különféle alak és művészi kép, némelyik ház kapuján és falán. Budának Kizil Elma palotája. E palota udvarában
hasonlíthatatlan fehér márványból, s megint hozzá kell valamihez szokni. Még az alapanyagot is úgy apostrofálja, hasonlíthatatlan. És ez végig megy. Hasonlíthatatlan. Ilyen máshol nincsen, mi fehér márvány. Tehát milyen lehetett az itteni fehér márvány? Hát persze külföldről hozták, csak van egy probléma. Hasonlíthatatlan. Tehát sehol máshol nincs hozzá hasonló. A palota udvarában hasonlíthatatlan fehér márványból egy gyönyörű nagy medence van, melyben magyar mesteremberek, hoppá, hoppá, vannak magyar mesteremberek. Még léteznek akkor. Koszreváni korsó nagyságú csiga alakokat öntötte. Most lábjegyzetben az ember várná, hogy egy török számára koszreváni korsó az mekkora méretet jelent. Ilyenkor nincs lábjegyzet. Mindenhol van egyébként, minden jelentéktelen dolog, de ilyenkor nincsen. Tehát mindenkire rábízom azt, hogy nézzen utána a koszreváni korsók nagyságrendjének. Nyilván azért minimum egy ilyen harang nagyságra lehet gondolni. Tehát koszreváni korsó nagyságú csiga alakokat öntöttek bronzból olyan módon, hogy a csiga éppen a szarvait mutatja ki házából. Nos, ezt nem részletezem, mert gondolom érzékeny, ősképek jelennek meg. Ősképek, amik már ilyen gicsbe mennek át a 20. század elején. Na de itt ez nem gics, hanem milyen a csigának a háza, tehát ez a spirálforma, miből táplálkozik, tejből, és a mozgása hihetetlenül lassú. Tehát amilyen kicsi, megidéz egy nagyon nagy világnak, egy nagyon nagy világnak. Hát a nagyon nagy világ a mi esetünkben melyik rendeződik így? Nem a naprendszer, hanem a tejútrendszer. És nyilván ezek az ősképek ezért ilyen masszívak. Nem azért, mert elgicsesedik, hanem eredetileg annak óriási volt a jelentősége és jelentése. És valamit jelez. Nekünk van időnk. Nekünk van időnk. Ti pedig, ahogy jöttetek, úgy, hanem ebben az évszázadban, a következő évszázadban, úgy is el fogtok menni. Aztán jönnek a következő hódítók. Na de ahogy jönnek, úgy is el fognak menni. Kibírjuk. Kibírjuk, amíg, tudom, hogy régen volt, soká lesz, de egy biztos, valamikor lesz, amikor felvérhet az a nap. Tehát népek néha megpróbálja az élet. És volt annyi jóságban, boldogságban, dicsőségben részünk, megmondom őszintén, ezt a pár száz évet én ki fogom bírni. Tehát ez nem egy nagy dolog, évezredes múltak vonatkozásában. Tehát egy csigák fölé egy nagy bronzserleget oly mesterséggel helyezett el, hogy olyat nem lehet készíteni. És akkor eleve a bronzöntés, ez egy titokzatos külön. Tehát ott egy kőszobrász egy bronz szobrászhoz képest. Gondolom tudjuk, hogy milyen hierarchikus kapcsolatban van. Az egyik a kifutó fiú. Azért gondoljuk végig, megcsinálni valaminek a negatívját megcsinálni, eleve ismerni kell a követ, ismerni kell az agyagot, ismerni kell a fémeket. És ehhez képest egy kőszobrásznak és a kalapács és a kő. Tehát nem véletlenül, hogy magas kultúrák, például a pártusoknál, miben öntik a műveltségüket? Hát vagy a rodoszi kolosszustól kell, miben? Hát ezek a bronzöntvények. Tehát az ókori világ magasra akkor jutott, amikor ezt a fajta technikát meg tudta valósítani. És a serleg, ja, nem lehet készíteni. Most gondoljuk végig, ott van a török, ismeri Bagdadtól, Damaszkuszon keresztül, gízai piramisokon keresztül, Gangeszon keresztül, Kaukázuson keresztül, Rómán keresztül, mert ő gyakorlatilag világutazó volt, és megáll a budai palotába. Nem lehet készíteni. Tehát nem lehet készíteni, tehát nem tudják, hogy hogy készül. És a török szegény, ezért, mert ez tele van a szakirodalom, nem nagyon épített Magyarországot. Hát miért? Mert nem volt azon a szinten.
hogy hozzá tudjon egy építményhez tenni, ha az kellő mértékben lepusztult. Tehát nem a rossz szándék működött, nem mert hozzányúlni, ébredjünk föl. Nem, mert mindenhol épített. Nálunk meg nem épített. Hát azért gondolom látjuk, hogy miért nem. Mert még az alapanyag is hasonlíthatatlan. Azt sem tudja, hogy eszik vagy issza. Na de amiért ezt felolvastam? A Serleg szélén folyóvizekre vonatkozó versek és költemények vannak magyarul felírva. Na most ezeket az adatokat Badinyi Jós Ferenc sajnos soha nem ismerte. Tehát miről van szó? Van magyar írásbeliség. Nincs betiltva. Csak a török is ezt pusztítja, és a Habsburg is ezt pusztítja. És nem jön meg az eszük. Tényleg nem jön. Pálos rovás írás. Mindenki tud róla. Nem azonos a székely rovás írással. Pálosok pápa által bejegyzett szerzetesen. Na most a Szent István betiltotta a rovás írást, akkor van egy apró kis dünnyögő jellegű kérdése. Ha betiltottak is édes kis cuclis rovásírás tanfolyam vezető barátom, akkor hogy lehet, hogy ma is rovásírással él az ország egy része? Terdély tele van rovásírásos emlékekkel. Minden templom kívül belül rovásírással van megírva. Na de sokszor ilyen, itt járt Jocó, 1602-ben. Érthető legyen. Tehát nekünk betiltani nem a mi őseink tiltottak el bennünket, hanem a hódítók tiltják el állandóan a múltunkat, de hogy ne tűnjön fel, kire fogja ráfogni. Hát ma már gyakorlatilag a sátánista szekták kire fogják rá, hogy nem ment Jézusra. Hát ezek pedig Szent Istvánra fognak rá mindent. Tehát nagyon könnyű ráfogni a dolgokat. Tehát körös körül gyönyörű arcú tündérek, fejéből tiszta víz folyik a márványmedencébe, a medencéből kifolyó víz tér alatti ciszternába gyűlik össze, a várlakói nemigen pazarolják. Nos, ez csak egy adat kedvéért olvasom. A mai budai várhegynek pont a palota oldalán mi az, ami nem volt, ami ma sincs, és valószínűleg nem is lesz egy darabig. Forrásvíz. Világos? Tehát innentől kezdve megint csak. Hol nem lehetett a budai királyi palota? És van még egy apróság. Az eredetinek a legmagasabb pontján van a budai királyi palota. A mai várhegynek melyik a legalacsonyabb pontja? Hát ebből lehet látni, nem is járunk ott. Vagy ha járunk, akkor nem nézzük azt. Hát a Mátyás templom fönt van a csodába, és így megyek le, ha nem tűnt volna föl. Na most olyan meg nincsen, hogy fel kell a budai polgár, fel kell, és akkor ő benéz a királyi palota 7. emeleti ablakába. Mert akkor az emberi különbség. Tehát hangsúlyozom, mindent be lehet adni éjjel-nappal, és meg is fogják tenni. Csak még mindig vannak életjelek. Egy királyi központ rejtező életjelei, amelyek hol rejteznek. Nagy példányszámú forrásgyűjteményekben, gimnáziumi szöveggyűjteményekben, csak mi mindig valami mást akarunk. Ezért, ami ott van előttünk, észre se leszünk. Mert ha a Dalai Láma magáról biztos, hogy úgy volt. Utolsó idézetek egyike. Mert rájöttem, hogy kettő, de ez már csak egy. Tehát, bemegy a palotába, ha egy kapuk boltívét és a boltíveit le akarnánk írni az alsó és felső kapukeretekkel egyetemben, márványunkat le akarnánk írni, nem írtam ki a könyvöd, azt mondja, akkor nem tudnám befejezni a művemet, mondja Evlia Cselebi. Tehát egy kapuról van szó. Egyetlen egy kis kapuról. És azt mondja, elnézést, kedves olvasó, ha le akarnám írni, akkor új könyvet kellene kezdeni. Tehát hidd el, hogy páratlan. Magas kapu ez, mintha a kapu kapuja volna. E kapun bemenvén 80 lépcsőjű tágas lépcsőn a király tanács termébe jutunk. Lehet látni. Gondoljuk végig ezt a lelkiismereti helyzetet. Elmegy Budára, ott a török az úr, és kísérti őt a magyar múlt.
és csodálattal tölti el, tehát nem bántja, nem mer hozzányúlni sem, hanem mindig azt mondja, hogy ilyet máshol nem látni. Ez elképzelhetetlen. Tehát, magas diván káma ez, melynek párja nincs a világon, megint csak. Hát Isztambulból jön, ott lakik a Evliya Çelebi utcában. Most van ott Evliya Çelebi utca, lehet, hogy tényleg ott lakott. És nincs párja. Tehát a gízai piramis sem pár, építészettörténeti szempontból. Ezek a megdöbbentő dolgok. Tehát, hogy mi veszett itt el, nem 100 000 évvel ezelőtt, hanem gyakorlatilag pár száz évvel ezelőtt. Még a romok is milyen állapotban vannak. Azt mondja, hát ilyen páratlan. Tényleg páratlan. A falakon lévő különös csodálatos festmények bámulatot keltenek. Nagy terem padlózatát különféle vések gyönyörű márvánnyal rakták le, hogy az hasonlíthatatlan. E régi épületnek némely helyei, na most megint építészet, építész szemével, e régi épületnek, tehát királyi palota, némely helyei 5-6-7 emeletes palotához hasonlóak. Elképzelni nem tudja az ember. Tehát van egy palota, és annak helyei 5-7 emeletes palotákra hasonlítanak. Tehát annyira struktúrát, annyira, hogy úgy mondjam, tündérpalota jellege van, hogy tényleg csak sóhajtozni tud. Minden palotának a kupoláján egy-egy aranygömb áll. Még nem szedték le, még nem olvasztották be. Innen nevezik ezt Kizil Elma aranyalma palotájának. Tudnia kell a hallgatóságnak, hogy a török tényleg így nevezte, de ez nem, valószínűleg nem a sárga arany volt, hanem a vörös tűzarany. Mert ezt így is szokták fordítani, hogy vörös alma palota. Csak van egy probléma. Az alma nem vörös, hanem piros. És van olyan típusú természetes arany, ez a tűzarany, én már egyszer láttam életemben, nem fogjuk elhinni, tényleg piros. Csak nagyon ritka. Valaki elmegy Máriacellba, Nagy Lajos korából egyik liturgikus tárgy is ilyenből készült. Tehát ebből a tűzaranyból, ami nem napsárga, hanem tényleg olyan, mint a lámoló tűz. Innen nevezik ezt Kizil Elma aranyalma palotájának. Magyarország királyainak lakásául egy hasonlíthatatlanul magas palota szolgált. És ember már palota útvesztőben van. Tehát palotában palota, paloták között paloták, melyben 40 lépcsőn lehet felmenni, és amelyről most figyeljünk, széltében, hosszában ma is az egész világon regéket regélnek. Na most ennyire híres központunkról volt szó. És végül, hát nem a búcsú, de azért megható, a vendégség után, nem mondom azt, hogy akkor Szulejmán szultán, kedves gyerekek, legyen vendégetek, de azért meg kell indokolni, hogy itt mi történik. Tehát figyeljünk oda, mert a török diplomácia az brókaravasságú, török mézédes, tehát tudnak olyan szellemes arcátlansággal fogalmazni, de az ember csak elneveti magát, persze azért több száz év távlatából. A vendégség után. Ez a vendégség után a Mohácsi csata után. Tehát minthogyha a király vendégségbe hívná a budai királyi palotába a szultán. A vendégség után Szulejmán kán Lajos királynak kincseit 7000 bőrládába rakatta. Tudjuk mi az, hogy 7000 bőrláda? Nem akarok ötleteket adni, de az esztergomi bazilika kincstár, ami méltán világhírű. Ugye azért egy-egy ilyen vitrin, ahol vannak keresztek, vannak serlegek, aranypalástok, 7000 bőrláda. 7000 bőrláda. És mire Szulejmán odamegy, Mária királyné, a kedves lelkiismeretes Habsburg-boszorkány, minden mozdítható értéket a hajóra lak. De szerencsére az esztergomi várkapitány megállítja, és a hajók elsüllyednek. Valamikor 2 évvel ezelőtt jelentették meg, hogy műholdas felderítéssel ezeket a hajókat megtalálták. Azóta csönd van. És megint csak az apróság. Jöhet itt, mehet bármi, jelen pillanatban nekünk kell fölébredni. Hát
Hát most jelen pillanatban ez a nemzedék van nekünk. Tehát ha nem ébredünk föl, akkor hiába mutogat arra a kormányra, erre a kormányra, erre az igazságtalanság. Kit érdekel? Hát rólad van szó. Ha emberré válsz, magyarrá is válsz. Magyarrá váltál, emberré váltál. Tessék, nem lehetetlen a feladat, meg lehet oldani. Mindenséggel mérd magad. József Attila szavaival élt. Vendégség után Szulejmán kán Lajos királynak kincsei 7000 bőrládában rakadtak. És sok hadi készletet, ritka szép tárgyakat, drága köves trónusokat, ezek elefántcsontból voltak, és drága kövekkel voltak kirakva. Százakra menő drága köves ablakredőnyöket. Most mondom, tudjuk, hogy ki tesz ilyet. Ablakredőnyt fel leszedi, parkettát felszedi. Ezért nem már tudni. Ez egy világhódító, a kultúra állítólag magas fokán. Minden mozdítható, megmozdítanak. És ami meghökkentő, hát ha egy ablakredőny, százakra menő ablakredőnyök, drága kövekkel kirakva, hangsúlyom, elképzelni nem lehet. Hát nem csak az arany veri vissza a napnak a fényét. Láttunk-e már mondjuk női fülbevalót vagy nyakéket, amiben volt valami drága kő napfényben megvillani. Mint a napsugár olyan fényekben lövel ki. Most képzeljük el Szulejmánt, ahogy már idéztem, 7 órán keresztül áll a palota alatt. Hát milyen fényjátékot élhetett át, ahogy a nap is szépen vonul át a palota fölött. Hát drága kövek, nem belül van, ablak, redő. Tehát gyakorlatilag kívül belül megoldással találkozunk. És ajtókat. Magyarul az ajtók drága kövekkel voltak kirakva. Na most milyen lehetett a magyar király trónterme egy ilyen helyzetben? Ha drága kövek és arany ragyog, akár jó idő van, akár rossz idő van, ő gyakorlatilag fényben országol. Mert a drága kövek nem csak visszasugározzák, hanem raktározzák is a fényt. És eljön az ideje, megint kibocsátják magukból. Hát ezért gyűjtötték be nagyhatalmak a drága köveket és az aranyat. Miért? Mert bóvri alapján, bizsú alapján ez nyilván elképzelhetetlen. Hogy az milyen fényjáték lehet. És hangsúlyom, ki volt akkor a magyar király? Tehát egyáltalán egy magyar király. Tehát milyen közegbe uralkodott ő? Tehát utolsó mondatrész pedig így szól, bronzból készült és berakott fényes angyalformák, angyalok, régi királyoknak bronzból készült szobrai, na most ezeket mind hajóra rakatta. Jelentkezzen az a magyar ember, aki hallott arról, hogy a török kormány egy drága követ Magyarországnak visszajutott. Régen volt, soká lesz, még ilyen lesz, de egy biztos, ők még jó indulattal viseltetnek felénk, és ha valaki járt Isztambulba, én ott nem jártam, de elmondják. Tehát sok barátom mesélte, amikor megtudja az illető török, hogy magyar, bocsánatot kér. Hát erre mit lehet mondani, eső után köpönyeg, nem is haragottunk, de azért ezt nem kellett volna. Ezt azért nem kellett volna. És azért képzeljük el, hogyha végeredményben nem az ellenség, hanem az ellenfél így viselkedik, hogy minden mozdíthatót, hogy úgy mondjam, összeszed és elvisz. Akkor egy kicsit keményebb, kicsit nem kedvesebb, az hogy fog viselkedni? Tehát csodálkozni nem kell, így viselkedik. Évszázadok jönnek, évszázadok mennek, mi maradunk, néha születünk, néha meghalunk, de egy biztos, tényleg lesz magyar jövőnk. Köszönöm szépen!